Zsigmond hangjátéka. Első rész. Kórhely, kialudtad már magadat? Tudod, hány órakor jöttél haza? Deb tudom. Deb tudod? Deb bizony, mert olyan részeg voltál, mint a csap. Édesapám nyulat küldött. Bort nem küldött. Te küldött egy kosárral. Ki telefonált? Senki. Jaj, de vénység, te lump, te korhely! Csak úgy dől belőled a borgőz, júj, te utállak! Ja, mi történt veled, Linácska? Ha tegnap előtt maradtam volna ki reggelig, akkor valahogy másképp beszélnél. Zörögve és morogva, szemrehányóan, sőt, megvetően, sértően. Na, gyere, hadd öleljen. Őrült! Most nem fáj a fejed, hm? Nem szaladsz ajtót bezárni? Nem félted a ruhádat? Hozom a reggelit! Ágyba reggelit. Áj, gyerekkorom legnagyobb gyönyörűsége. Csak egyet kellett sóhajtanom, és édesanyám már hozta az ágyba reggelit. Jó habos kávét, kuglófal. Vajon hogy aludt az éjjel Makróci? Nem volt ember tegnap reggel, aki megmerte volna jövendőlni, hogy Makróci megbukik. Az öreg Makróci, a főispán vadász cimborája, a polgármester puszipajtása, a legbefolyásosabb ember a városban, a született kis király, aki soron volt, hogy talán már a legközelebbi választáson polgármester lesz, mert az öreg úr már kezd szenil is lenni, és unja is annyira megszedte magát, és úgy betelt, hogy magától is el kell menni nyugdíjba, és ha nem akar. A ma nem tűri az öregeket tovább a város élén. Ma a fiataloké a munka és a jövő. Benne van a korszellemben, hogy a régi garnitúrát ki kell cserélni. Mert nem is lehet, hogy ezek az öreg panamisták tovább öljék a várost. Új világnak, új szellemnek, új erősebb tempónak kell jönnie, mert hirtelen megfordult a konjunktúra, és romlanak a közgazdasági állapotok. Ja, na most már nem kell sietnem. Kezemben a hatalom. Élni kell tudnom vele. Egy kis kultúrtanácsnokként korán kellett kellem, és futnom, hogy megmutassam, hogy élek. Terveket kellett csinálnom, számtalan hiába való tervet. Egyet se tudtam belőle végrehajtani. Tejszínes kávé, friss kalács. Na, mesélj, mi volt? Hát, Lina, tudod-e, minek köszönhetem ezt az egész bolond választást? Nos? Mert hát azzal le kell számolni, hogy tisztán a saját érdemeimnek. Te komolyan elhiszed, hogy azért választottak meg, mert a városnak éppen felém, Kopjás István felé fordult a bizalma? Hát tudod miért? Makróci, a vén szamár, elszólta magát a közgyűlési terem előszobájában. Azt mondta, hogy ZV. Mit? ZV. De mi az? Ez? Ez valami gyilkos golyó. ZV. Ez lőtte le Makrócit. Ez törte ki a nyakát, ez volt a zsinór a nyakába. Ez azt jelenti, hogy először is mindenkinek eszébe jutott, hogy Makróci rettenetesen el van adósodva. Aztán azt,
hogy megunták már az erőszakoskodását, mikor veres tokával a kandallónak dülleszkedve kitolt hassal ott állott, s fogadta a szerencse kívánatokat. Olyan volt, mint valami tirannus. És a szivarja mellől csak azt mondta Kebel barátai felé, hogy ez volt élete célja. Ez most végre bekövetkezett. Z.V. De mi az? Z.V. Ez van ráütve minden bútorára, minden tárgyára, minden marhájának a tomporára. Z.V. Zsarátnok városa. De mindenki tudja, hogy a városi gazdálkodásra való célzással ezt úgy szokták mondani, hogy azt teszi, hogy zsebre váglak. Marha. Elég marha. Mert egy pillanat alatt végigfutott az egész közgyűlése, hogy mit mondott Makróci. Makróci nem is gondolt ezt komolyan, inkább csak olyan szabadtréfa volt tőle, hiszen tudod, milyen nyers ember, de valahogy a közgyűlés egy pillanat alatt megfordult. Úgy megbolygatódott, mint egy mékas. Megirigyelték Makrócitól, hogy ő legyen az alföldi dózse. Mert hogy a polgármester a zsebében van, azt már alaposan zsebre vágta, hát most aztán ő lett volna a város teljhatalmú ura. Mindig vannak ilyen tragikus fordulatok. Itt dicsősége tetőpontján érte utol Makrócit a nemezis. Megelégelték. Még a 100 000 holdas városi határ is szinte végig borzongott. Biztosan a szelek is hallották, és végig sustorogták a pusztákon, hogy zsévé, zsévé, zsévé. És a föld megrázkódott, barátom, és lehányta magáról a fény zsiványt. Mindenki kihúzta nevét a szavazó céduláról. Azt mondják még maga a főispán is. Na? És mibe került az este ez a komédia? Mibe került? Hát mibe? Tudja a kakas. Mikor az este ki akartam fizetni az autót... Autót? Hát nem jöttem az a gyalog. Nem. Hát még sose jöttél az a gyalog. Na hát az más. Mint főügyész, még soha. Szóval, mikor hazajöttem, és ki akartam fizetni... Egy fillér nem sok annyi se volt a zsebemben. Nem őrültél meg? 20 pengőt adtam az este. 20 pengő? Mi az? Mi az? Csak nem zabáltál el 20 pengőt. Elzabáltam. De furcsa szavaid vannak. Összesen egy báránytokányt tettem. Fúj. Mi az a fúj? Hát birkát enni, fúj. Mindenki azt evett. Az a magyar étel. És egy birkatokány 20 pengő? Hát. Az egész vacsoráért 2,70-et fizettem. Hogy lehet egy birkatokányért 2,70-et kérni? Azt is fel kellene robbantani, azt az aranyfácán. Nem 2,70, hanem 1,20. Aztán fákot ettem, az 60, az 1,80. És egy fél liter bor 70, az 2,50, és 20 fél borra valóval 2,70. Hisz akkor még van 17,30. Mint egy vizsgálóbíró. Egy üveg pezsgőt is rendeltem. És az mennyi? 7 pengő. 7 pengő? A fűszeresnél 2,60. Mégse hozott. Majd mit mondok? És hol van még mindig 10 pengő? Hát a cigány. Cigány? Nem őrültél meg 10 pengőket dobálni a cigánynak? Hát, olyan szépen húzta, hogy szép a szonyának kurizálok, de kurizálok, kurizálok. Nők is voltak? Ugyan kérlek. Akkor milyen szép asszonynak muzsikáltattál? Na, kinek szépen, hagyjál már, na! Te jól is, köszíven. Mi volt abban a pácban, mikor a múltkor nyulat ettünk nálatok? Mikor orosz fogságban feküdtem, akkor senki sem telefonált át egyik barakból a másikba, hogy valaki nyulat küldött. Még mindig részeg vagyok. Magdaléna, Magdaléna... Ha nem jut eszembe az a nő, akkor én egy nyugodt, megbízható és boldog ember vagyok. Egy-egy év is elmúlik, hogy eszembe se jut. Csak akkor van baj, ha meglátom, vagy említik előttem, vagy felidéződik a képe. Ilyenkor mindig az az érzésem, hogy Isten őrizzen meg attól, hogy valaha szemtől szembe találkozzam vele, mert ennek a nőnek varázshatása van rám. Magdaléna. Nem is szerelem ez, nem. Hanem rettegek és félek, hogy szerelembe zuhanok, és akkor vége. Akkor mi lesz? Rám nincsenek hatással a nők.
Meg vagyok elégedve a feleségemmel. Minden igényemet kielégíti, nem is kívánhatnék többet. Okos és jó, nagy lelki békességet tud adni. De az ember szívét vonza az örvény és a veszély. Már régen érzem a lelkem mélyén, tartalékban őrzök egy ilyen veszélyes álomképet. Magdaléna. Az volt eddig a szerencse, hogy annyira más világban élünk, hogy nem is találkozhattunk. Igaz, a feleségemnek unokanővére, de soha nem érintkezett a két család. Ők fenn vannak a magasban, a gazdagságban, a főispáni környezetben. Mi viszont a szolid és szegény polgárság homályában hol is találkozhattunk volna? Lina és Magdaléna. A két nő hasonlít valami. Családi vonás van bennük közös, de Lina a természetes, egyszerű teremtés. Magdaléna pedig a faj kitenyésztett, szinte egzotikus virága. Édesapám nagyon panaszkodik, szegény. Sokat kell szenvedni most a népekkel a háború óta. Egész megváltozott a világ, és ő már öregedik. Szeretné, ha kimennénk, s átvennéd a birtokot. Ez a rögeszméje. Ott muzsikáltathatnád magadat, de egy zsarátnoki főügyész. Mennyi lesz a fizetésed? Semmi. Hát tudod, kell valaminek lenni, mert másképp nem volna olyan kapós. Igen, tudom. Ha megtanulod ezeknek a mesterségét, akkor aztán mondani fogják, hogy ez is kezdi már. Nem kell azért panamistának lenni. Ügyvédi gyakorlatot folytathat a főügyész, és a szerződések után külön jövedelme van. Nincs úgy rászorulva a parázs fizetésre, mellékesen is valami mindig csordul cseppen. Vége ennek a szép, nyugodt életünknek, mert ha nehéz is volt beosztani a kis fizetést, de legalább volt valami biztonságérzetünk, hogy erős a szikla, amelyre építve van a kicsi fészkünk. Nagy nap ez a mai. Szép nap ez, zsarátnok városunk életében. Okosan, bölcsen, jól választottunk. Becsületes, derék magyar embert ültettünk a főügyészi székbe. Mi, akik folyvást örködünk a közélet tisztasága fölött, örömmel öleljük keblünkre. Kopjás doktort! Áldjon meg az Isten, barátom! Méltóságos uram, uraim, tisztelt barátaim, köszönöm. Köszönöm a bizalmat, hogy méltónak ítéltettem a város főügyészi székébe. Semmi sem szennyezheti be városunk közéletének tisztaságát. Derék, patikám! Éljen az új főügyész! A nótádat, mi a nótád, patikám? A nótám? A nótám, méltóságos uram, hát az, hogy szép asszonynak kurizálok. És ki az a szép asszony, Pistám? Hát Lina! Ugyan már, Pistám. Nem a feleségről van szó ilyenkor, nincs igazam? A feleségem a szép asszony. Lina nagyon szép asszony. Ejha, ez már igen. Hát te ilyen jó mulatos fajta, hogy magyikám. Kurizálok, kurizálok, az urának fityet hányok, fityet hányok, fityet hányok. Jajajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én magát milyen nagyon szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nekem hegedül, csak az tudja egyedül.
járok, hát én minden este oda járok, hát oda járok, oda járok. Három partján van egy pad, azon van a had, de van, azon van a, azon van a had, de van. Csak a cigány egyedül, aki nekem hegedül, csak azt tudja, egyre egyedül. Cigány egyedül, aki nekem egyedül, csak azt tudja, egyes egyedül! Hát barátom, meg nem mondtam volna ma reggel, hogy Makróci megbukik. A született kis király. A Makróci rettenetesen el van adósodva. Hogy állt ott veres tokával kandallónak dülleszkedve kitoldhassa? Úgy fogadta a szerencse kívánatokat, mint valami tirannus. És a szivarja mellől csak úgy odamondva a Kebel barátai felé, hogy ez volt az életcél. Ez most végre bekövetkezett. Zsévé. Zsévé. Nagy marha ez a Makróci. Igen, igen. Makróci csak azért egyezett bele, hogy Kopjás nevét írják a jelölő listára harmadiknak, mert Kopjásén kívül nem volt még egy név a lehetők között, akitől kevésbé félt volna. Ezt egyáltalán nem is vette figyelembe, mintha nem is létezett volna. Kopjás, mióta hazajött az orosz fogságból, s a városnál visszakapta az állását, soha semmibe bele nem keveredett. Szerencsés beosztása is volt, mert a legutolsó, a leglényegtelenebb ügyosztálynak az élére került az utóbbi években, a tanügyi és kulturális osztályba. Kultúrtanácsnak? Mi az? Egy hivatal, amit törvény miatt kell fenntartani. Beszeltethette az iskolákat, ha kapott rá pénzt, és csináltathatta a tanyai iskolákra való terveket, az analfabéta oktatásra való tervezeteket, amelyek 10 év alatt 10 írni-olvasni tudót nem produkáltak a roppant határban. És az utolsó 2 télen oszthatta a munkanélküli segélyt. Barátom, ilyen Makróci féle erőszakos gazemberek gyűjtötték össze ezt a nagy határt a török korban. Mikor a kisfalvak lakossága az ellenség elől bemenekült a város oltalmába, itt tartották a vendégeket polgárnak, és a határokat bekebelezték. Megvannak az iratok a levéltárban, de még a légy se látja őket. Azokhoz még ma se szabad nyúlni. Csupa Makróci volt, aki 300 év alatt összerabolt ezt a rettenetes nagy határt. Mikor felállították az országos levéltárt, a kormány elrendelte, hogy a városok levéltári anyagát az országos levéltár emberei dolgozzák fel. Mert mindenütt, itt is, olyan rendetlenség volt, hogy eligazodni nem lehet ez. Az akkori Makróciak azonban megérezték, hogy ebből baj is lehet, és nem eresztették be a vasajtón a felső hivatalokat. Tisza Kálmán maga lépett közbe, hogy senki se zavarja a nemes várost. Muszáj volt neki, mert kockán forgott a képviselő választáson a kormány pozíciója. Wagner, a főjegyző, meg a csatornázás miatt esett ki. Benne volt a Belatini manipulációiban, és hiába mászott ki belőle, mindenki tudja, hogy a kanalizálás a mániája. És a város még most sem everte ki a régi csatornázást. Olyan összeg ment el a főútvonalak elkészítésére, hogy abból az egész várost el lehetett volna látni, legalább a belterületet. Igen. Ezért húztuk ki Wagnert a szavazólapokról, és mindenki boldog, hogy megmenekültünk tőle. Még nagyobb tolvaj, mint Makróci. Thank you.
a Voronkai Feri is eljöhetett volna. Mert ha csak ugyan vizsgálat lesz a sertéstenyésztő dolgaiból, jó lesz hamar elkezdeni, hogy kedvébe járjon az új főügyésznek, úgy pajtikál. A Voronkai Feri feleségének olyan varázsa van. Magdaléna, Magdaléna. A női nem kitenyésztett, szinte egzotikus virága. Rá sem merek nézni, nehogy végig legyen. Ej, kikamszott van. Erre így. Szervusztok, uram! Szervusztok, Voronkai Feri! Van nálad szivar? Nálam, mindig parancsolj. Ez enyém éppen elfogyom. Tüzed is van? Jó lesz nekünk ez a kopja. Makróci egy marha. Az már igaz. Zsarátnok városa zsebre váglak. Magdaléna fél. A villa miatt. Mondd meg a feleségednek, ami Kardicsoma a nagy takarék vezérigazgatója, nincs mitől félnie. Ez csak természetes politika. Pesgőz! A cigány egyedül lakik, egyedül csak az tudja egyedül. Hát de kertek alatt van egy árok, de van egy árok, egy mi járok. Minden este oda járok. Árok partján van egy pad, azon van a haddelhad, azon van a haddelhad. Csak a cigány egyedül, aki nekem hegedül, csak az tudja egyedül. És akkor tudod, nem lesz azért semmi baj, valami baj. Csak ha leszakad a pad, akkor lesz csak a telhat, csak a cigány egyedül, aki nekem egyedül, csak az tudja. Rokonok. Móri Zsigmond hangjátéka. Második rész. Gratuláció. Csupa olyan ember, akik várnak tőlem valamit. Némelyiküknél már tudom is mit. Tanítók, tanárok, akik régi ügykörükben voltak alámrendelve. Csupa nagy szavak, bombasztikus kifejezések, hogy az igazi érdem megleli a maga jutalmát, hogy a város dicsősége, az érdem és az igazság. Lina, ezek a levelek fel vannak bontva. Mindig felbontom a leveleidet. Azt mondtad, hogy neked nincs semmi titkolnivalód. Ez kitől jött? Ó, azt ne is nézze, kedves Lajos bácsi írta. Édesanyám testvére falulról.
mert 10 év óta nem írt. Édes egy jó öcsém, most olvasom a budapesti lapokban, hogy milyen nagy szerencse ért. Nekem nagyon rosszul megy, de neked bizony jól. Az egész Kopjás család nevében gratulálok, és Isten áldását kérem. Ha volna egy jobb ruhám, személyesen jönnék el gratulálni, mert vannak is elintézni való dolgaim a városban, de nem tudok eljönni, mert lehullott már róla minden ruha. Ha volna valamid, amit nélkülözhetsz, az Isten szerelmére kérlek, sajnálj meg, és küld el evvel az emberrel, aki a levelet viszi, mert ki se tudok mozdulni a faluból, pedig szeretném személyesen megölelni a legkedvesebb öcsémet, de hát az idők zordonsága úgy hozza magával. A fiam is elemér, olyan állapotban van, hogy elvégezte a zeneakadémiát, de most nincsen semmi állása. Szegény gyermeknek kávéházba kell muzsikálnia, úri bandában, az igaz. Kvartetnek híják, de azért mégiscsak banda az, a fene ette volna meg ezt a muzsikálási szenvedélyét, ha városi zenedébe be tudnád nyomni, hiszen neked most mindenre hatalmad lesz. Az Isten is megáldana érte. Adjál valamit ennek az embernek, jó öcsém, és a kabát zsebébe is tegyél vagy 20 pengőt, mert a malacok döglöttek. Olyan szegénység van falun, hogy ezt leírni. Na, stb. A Lajos bácsi. Milyen gyors információja van a Lajos bácsinak? Az. Az az ember itt vár? Az, igen. Vár a szűségesen. Ennyi ez a Lajos bácsi. Mit adhatnánk neki? Mondja szívem, egyáltalán van nekem olyan ruhám, amit nélkülözhetek? A régi drappot még sajnálom. A vadászruhám elég ócska, de vadászruhának éppen az az érték, ezt nem adhatom. Azt a régi ferenciuskát oda lehetne adni. Úgyis sovány kis ember, én pedig már 10 éve kihíztam, most már annak sincs értelme, hogy zsakettet csináltassak belőle, mert a zsakett is kiment a divatból. Szóval az csak a molyeszi. Adja oda, legalább a szekrényben nem foglalja a helyet. Hol van az az ember? Kinn a konyhában. Na barátom, maga jött a tekintetes úrtól? Igen. Hát hogy van a tekintetes úr? Hát megvan. Van-e magának valami tarisznyája? Nem igen. Akkor hogy viszi el ezt a ruhát neki? Nem tudom. Szívem, van a padláson egy úcska koffer? Julis fiam, menjen csak fel a padlásra, hozza le. Az is egy olyan jószág, amit diákkoromból kegyelettel őrzök, mert nem jó már semmire. Sose utaztam vele, mert nagyon avitt, azt oda lehet adni. Mi az már 10:30? Szervusz, szervusz, kedvesem! Kardicsova, szervusz! Te, Pista, azt mondja a feleségem, hogy az ő anyja Kopjás lány volt. Tudsz te erről? Persze, hogy tudok róla, hiszen a feleséged Kopjás Ferdinánd lánya. Igen, Verebesről. Kopjás Ferdinánd. Kopjás Szidónia. Az anyósom. Az apámnak unoka nővére volt. Na, látod. Kopjás Ferdinánd a legnagyobb birtokos a vármegyében. Vagy azok közül az egy. Igen, nagy úr. Olyan nagy úr volt az még, hogy soha 4 lovas intó nélkül, és pedig 4 ragyogó fehér ló nélkül még a nevét se lehetett kiejteni. Olyan nagy úr, hogy ki sem mondták a nevét otthon. Képviselő volt a Tisza Kálmán legbelső huszárjainak egyike. Főispán is volt egy ideig, de annyira úr volt, hogy nem volt kedve hozzá. Kopjás Ferdinánd Verebesen. Szóval, sógorok vagyunk, rokonok. Csütörtökön este nálunk fogadó estély. Feleségeddel együtt szeretettel várunk. Hát igazán csúnya dolog, hogy még egy vizitre sem érezted magad kötelezve. Sógor és rokon létedre, édes egy Pistám.
El ne maradjatok, mert érted megyek, és hatökörrel vontatlak ki benneteket, ti morózus emberek. Szabad így elbújva élni, te! Nekem kell felfedezni a rokonságot. De hát ez már így van, kiveszőben a régi magyar szokás, pedig azt tartotta fenn a hazát 1000 éven át. A nemzetségi összetartás. Hát akkor szervusz kérlek. Szervusz! De jó, hogy találkozunk, főügyész uram. Kérlek, alásson a polgármester úr, ő méltósága már x-szer kérdezte, beméltóztattál-e már jönni. Meghagyta, hogy strázsáljalak, s amint megtudom, hogy itt vagy, azonnal fussak érted. Méltóztassák kedves bátyám befáradni, ő méltósága türelmetlenül vár. Azonnal, csak leteszem a táskámat. De á, parancsolj, kérlek, alásson, majd én arról gondoskodom. Egy pillanat, főügyész úr, kérem alázattal, a zsarátnoki újságban nagy riportot akarok csinálni a főügyész úr első napjáról. Ez még nem is volt? Az első oldalt adjuk oda, nagyon szeretném, ha egy bizalmas kis órát méltóztatna adni, hogy lediktálja a programját. Kedves szerkesztő úr, várjon kérem, a polgármester úr, ő méltósága várja a főügyész urat. De nagyon sürgős, kérem. Ugyan kérem, reggelig még megcsinálhatja. Reggel jelenik meg az újság, nem? Erre tessék, főügyész úr, erre tessék, főügyész uram. Kopjás főügyész úr! Szervusz, szervusz, kedves kém. Ülj csak le, politika. Na, mi az? Hát nem ülsz le? Na, gyújtsa! Nagyon jó, hogy jössz, már vártalak. Ezzel bocsánat, méltóságos uram, de Kardics bátyám elfogott az utcán, és miatt a kicsit elkéstem. Sógorom egy Kardics. Mesét. A takarék. Igen. Hát ez neked sógorod? Igen, a felesége Kopjás Ferdinánd lánya. Voltaképp csak olyan magyar sógorság, méltóságos uram, mert Kopjás Ferdinánd atyámnak volt unokabátyja. De hiszen nagyszerű. Na, hiszen ez nagyszerű. Parancsolj helyet. Kérlek, alásom, parancsolj, csak parancsolj. De hát hogy aludtunk az éjszakai múri után? Nekem sajnos hamar el kellett mennem, mert a feleségem sajnos nincs jól. De hallom, hogy nagyszerűen sikerült, és kitűnően mulattatok. Még táncoltál is. Én? El is felejtettem. Na hát, annak úgy is kell lenni. Hát csak azt akarom mondani, kedveském, hogy az újság. Ez az első. Mindig az újság az első. Mert a közönséget tájékoztatni kell. Tehát programot kell adni, mert ezt várják. Nagyon vigyázni kell. Egy szóval se többet, ugye? De hiszen te nagyon okos ember vagy, Pajtikám. A csatornázás. Igen, ez nagyon jó. Uh-huh. Nagyon jó, ez a közélet rákfenéje, a csatornázás kell. Nagyon is kellene. El vagyunk maradva, nagyon jó volna megcsinálni, hangulatot kellene mellette csinálni, csak sok az ellenzék az öregek közt. Mert persze mindenki fél a kültség tűle. Meg kell mondani nekik, csak mindent meg kell mondani. Lehetetlen, hogy még ma sincs csatornázásunk, csak éppen a szűk belterületen. Addig pedig nem lehet az utcaburkolattal se semmit se csinálni, mert ugye először a csatornázásnak kell meglenni, azzal kapcsolatban jöhet csak az útburkolás, ugye? Tökéletesen méltóságos. Van csak, hogy Béla bácsi. Annak nagyon örülök, hogy Kardics a sógorod. Nem is tudod elbírálni, hogy mennyire örülök neki. Csütörtökön nála vagyunk vacsorára. A feleségemmel. Ugye? Csütörtökön? No, és akkor ott találkozunk. A feleséged... Milyen lány is a feleséged? Szent Kálmai. Szent Kálnai? A Szent Kálnaiakból? Igen, méltóságos uram. Béla bácsi, Béla bácsi. Aztán a második, a jogügyi osztály átszervezése, ugye, erről muszáj szólani, mert a jogügyi osztály nem népszerű. Át kell csoportosítani. Uh-huh.
Aki a jobb asztalnál ült, azt a baloldali asztalhoz, aki a baloldalinál ült, azt a középasztalhoz, úgy, mert itt népszerűséget kell szerezni a jogügyi osztálynak. Pajcikám. Tökéletesen értem méltóságod intencióit. Te, mint homo novus, nem vagy kegyeletre kötelezve, se kíméret, semmi. Nagyon örülök, hogy ilyen szerencsés volt a közgyűlés választása, mert meg kell vallanunk, itt sok anomália van. Anomáliák megszüntetésre, ugye, pajtikám? Ez az új főügyész első kötelessége. Embereket kell kicserélnünk, és úgy embereket behozni, mert ezt egy régi ember, aki a nexusokban benne van, nem teheti meg egy új ember. Mert a nexusok úgy belenőnek, úgy beszövik a hivatalfőnököt, mint a pók. Úgy vagy, tegem? Ellenben neked szabad kezed van. Új seprő a városházán. Ez nagyon jó. Legjobb szó, új seprő. Nagyon jó. Nem is kell más. Ebben minden benne van, ugye, pajtikám? Új seprő. Nem lesz itt baj, semmi, barátocskám. Jó szó az új seprő. Kitűnő, méltóságos uram. Kitűnő. Lesznek dolgok. Az amerikai kölcsön meg lesz, méltóságos uram. Azt praktikus és jövedelmező dolgokra kell fordítani. Befektetésekre. Remek. Remek. A miniszter is ezt üzente, hogy csak praktikus és jövedelmező dolgokra ad pénzt, ha meg lesz az amerikai kölcsön. Hát mire kell a pénz, ugye, pajtikám? Mi a legjobb befektetés? Hát na? A közgazdasági alakulatok teremtése és lábraállítása. Na. A sertéstenyésztőre roppant szüksége van a városnak. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Erre nem is gondoltam, de nagyon jó. Na, ez nagyon-nagyon jó, nagyon egészséges. Fején találod a szeget. Jó választás volt, ez nagyon jó kis választás, pajtikám. És rendet csinálni a kisbérletek dolgában, gondolom, ha méltóságod engedelmével, Béla bátyám. Azért. Ez a veszélyes pont. Ezt kell igen jól meggondolni. Hát, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Hát ez nagyon jó. Ugye, pajtikám, ez az egyetlen jó. Édes Béla bátyám, méltóságos uram, nem árt, hogy én tartsak előadást neked, mikor egyetlen vágyam, hogy megismerjem a te intencióidat. Nem is ismerem még az ügyeket, még át kell alaposan tanulmányoznom. Nem akarok Hübele Balázs módjára belerohanni. Csak csináld. Hogy is mondtad, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Nagyon helyes. Ezek a gazkecskék a káposztát akarják. Hát Istenem, a város nem csak belőlük áll, még vagyunk itt mások is többen. A város lakossága 90 000 lélek. A többi 80 000-nek is élni kell, úgy bajtikám. Egy fontos dolog van, méltóságos uram. Az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést. Mit? Mit? Az adófizetést. Mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj van. Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni. Aha. Senki nem szeret. Senki. Hát én sem. Na. Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófizetést. Az emberek nem akarnak adót fizetni, vége a municípiumnak. Szeretni kell a városunkat, ez a miénk. Tenni kell az érdekébe, és mit tett a polgár? Fizesse az adót. Kétféle álladalom van, az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az ilyen állam mindig elnyomatás alatt van, mert az adót be kell szedni, tehát szükség van végrehajtókra, csendőrökre, katonasságra és törvényre, hogy bevasalja az adót. A másik, ahol szívesen fizetik az adót. Az ilyen állam szabad és önérzetes és öntudatos polgárságának a társadalma. Itt mindenki tudja, mi az adó, mire kell az adó, mi a célja és mi a rendeltetése. És a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szükség. No, csak ne menjünk messze. Ez már hasonlít egy kicsit utópia.
az utopisztikus gondolkodáshoz. Nem jó kortes beszéd, polgármester úr. Na, annak jó, annak pedig jó, de csak annak, ugye, Pajtikán? Az adófizetés életbiztosítás. Micsoda? Életbiztosítás. De ezek csak olyan szép szavak. A szép szavakkal csinyán kell bánni. Azok nagyon jók, tudod, de nem szabad, hogy meggyőződés legyen mögöttük. Azok is szép szavak, hogy az ellenzék mindig azt írja, az ellenzéki lapok, hogy a hatóság adjon alkalmat, hogy a polgárság dolgozhasson. Nagyon egyszerű, de ezt hadd firtassák ők, nekünk nem kell ezt tárgyalni. A frázisnak jobb. A fiatalok egészen új frázisokkal tudnak jönni, ez jó. Meg kell, hogy... Na, szóval jövő csütörtökön Kardicsnál. Ez a jó. Mert tudod, miért van mindig csütörtökön a vacsora Kardicsnál? A pénteki városházi gyűlések miatt. A Kardics vacsorákon dől el a dolog. Csütörtökön este? Ott szokott lenni mindenki, akinek a másnapi közgyűlésen valami dolga van, s ott alakul ki a vélemény, hogy mi lesz. Hát a csütörtököt el nem uraszt. És igyekez lehetőleg minden csütörtökön jelen lenni. Ez a jövő, barátocskám, ez a jövő. És most diktáld le az újságíróknak a programodat, de el ne felejtsd korrigálni, mert az újságírókra nagyon vigyázni kell. Kitűnően értenek hozzá, hogy abszurdumokat csináljanak. Soha se szabad egy sornak sem megjelenni, ami nincs apróbálva. Soha. Mert aztán csak sok a rekrimináció. Tisztelt főügyész úr! Tiszteletem, Martini doktor! Egy órája várunk nagyságodra, mert nem akartuk elmulasztani, hogy hivatalba lépésének első órájában meg ne jelenjünk ön előtt, hogy figyelmét felhívjuk arra a csodálatos anomáliára, ami ennek a városnak ismertető jelét képezi. Itt van két barátom, a kisbérlők vezérei, van szerencsém Csordás András és Veres Gáspár barátaimat nagyságodnak bemutatni. Alás szolgáljuk. Mélyen tisztelt főügyész úr, nekünk e pillanatban semmiféle támadó, izgató vagy rekrimináló szándékunk nincs. Minket az őszinte rokonszenf hozott el Kopiás István úrhoz, a volt kultúrtanácsnokhoz, aki a város tisztviselő karában mindenkor egyik kiválasztott volt számunkra. Mert benne mindig segítséget találtunk, jó akaratot és megértést az analfabetizmus, a műveletlenség és a szegénység hármas börtönében fetrengő földműves munkásság számára. Azt akarjuk kérni, hogy mostani magas hivatalában ne felejtj el nagyságod ezt az Istentől, embertől és minden hivataltól elhagyott réteget, a város lakosságának, mondhatnám, legszomorúbb viszonyok közt tengődő, mégis minden szépre és jóra hajlamos a rétegét, a kisbérlőket. Csak egy szót kérünk nagyságodtól, ami erőt, reményt s hitet támaszom bennünk. Az a fő, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, igaz? Persze, hogy igaz. Hogy a csodában ne volna igaz? Hallották, barátaim? Megértették? Ez a mi emberünk. A nagyságos főügyész úr, a mi igaz szívvel, vérrel való jó emberünk. A kecske is jól lakjon, már tudnélik a nemes város és a káposzta is megmaradjon, már tudnélik a nép élete és jövője. Köszönjük. Köszönjük, főügyész uram, ez nekünk teljesen elég. Meg vagyunk nyugodva, és ki fogunk menni a tanyára, és mindenkinek el fogjuk mondani nagyságot programadását. A kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Ez az egész. Alás szolgálja, főügyész úr. A kecske és a káposzta is, főügyész úr. Mindenki el van ragadtatva.
Mindenki ünnepeli, hogy ilyen kedves és közvetlen az új nagy méltóságában is. Csak semmi teket, úrja Péterfi. Nem vagyok a szavak ember, hanem a tetteké. Ha már a tekintetes közgyűlés olyan nagyra becsült, hogy rám ruházta ezt a felelősségteljes tisztet, az a célom, hogy mindenki meg legyen elégedve, és az osztály jól végezze a dolgát. Na, de lássunk munkához. Meg akarok ismerkedni az ügyosztály beosztásával, a legfontosabb ügyekkel. Kedves bátyám, láttalak Kardics bácsival karonfogva az utcán. Nem méltóztattál észrevenni, voltam bátor alázatosan köszönteni a Szent Margit utca sarkán. A Szent Margit utcán még nem találkoztam Kardicssal, csak a főposta előtt. Ó, mindegy az, mindegy, mindegy. Sógorom az öreg úr. Ne, nagyon el voltatok merülve a beszélgetésbe. Kardics bátyám részéről a legnagyobb kegy, ha valakivel karonfogva sétál az utcán. Hát, rátarti egy kicsit az öreg. Legendák vannak arról, hogy kivel hogy fog kezet Kardics. Ugye, ha valakitől megvonja a kézfogást, az halott ember. Tehát, ha valakit csak úgy karonfog, az bizonyára megszületett ember. Rokonok. Móri Zsigmond hangjátéka. Harmadik rész. A kecske is jól lakjék! Adófizetésre kell lelkesíteni az embereket! Jó reggelt, főügyész uram! Már várják? Már is. A nagy takarék egyik tisztviselője. Valami egyszerű ügyben kell neki egy aláírás, valami pörös ügy. A város és a takarék közt. Küldje be! Kardics vezérigazgató úr kéri, hogy írja alá. De kérem, én még nem is vagyok jogosult ilyen aláírásra. Nem sürgős, főügyész úr, kérem. Egyáltalán nem sürgős. Csak a rendkedvéért voltam bátor jelentést tenni. Majd annak idején méltóztatik legjobb belátása szerint elintézni. Majd megbeszélem a polgármester úr méltóságával. Igen, igen. Legyen szabad alázatosan megjegyeznem, hogy nagyszerű volt a főügyész úr nyilatkozata. Nagyszerű volt, kérem, a vezérigazgató úr el van ragadtatva. Azt mondta, hogy ez egy nagyszerű ember, így mondta. Na, ennek szívből örülök, igen. Pardon, főügyész úr, valamit akarok még mondani. Kardics vezérigazgató úr meghagyta, hogy nyerjen meg főügyész urat komittensnek. Hogy komittensnek? Nagy súlyt helyez rá a vezérigazgató úr, hogy főügyész úr a bank útján bonyolítsa le pénzügyeit. Nagy szégyen ránk, hogy a főügyész úr neve elő sem fordul könyveinkben. Egyáltalán soha nem méltóztatotta a nagy takarékhoz semmi ügyben sem fordulni.
nincsenek bankügyeim. Egész nevetséges és lehetetlen helyzet, hiszen az elmúlt esztendőben még a pusztai pásztorok is tőzsdejátékkal foglalkoztak. Hogyne, kérem, van egy csikós számadó, aki kőszenet vett és rimamurányit, de olyan mértékben, kérem, hogy mikor lebonyolította az angazsmányait, birtokot vásárolt belőle a Madason. Hogyne, abban az időben mindenki kötéseket csinált, egyedül a főügyész úr az, aki a legcsekélyebb üzlettel sem tisztelt meg bennünket. Hát azt mondja a vezérigazgató úr, hogy a legnagyobb súlyt helyezi rá, hogy a főügyész úr beálljon a takarék ügyfelei közé. Hogy képzeli azt Kardics bácsi? Nagyon egyszerűen, ha például Loholmi csekély konvertálásra volna szüksége a főügyész úrnak. Adósságaim nincsenek. Mindig volt annyi jövedelmem, hogy teljesen adósság nélkül úsztam meg az életet eddig. No, ez ezután nem lehet így. Ezentúl más életet kell élnie nagyságodnak, s én nem is akarok mást jelenteni, csak ami a kötelességemmé tétetett. Részünkről a legnagyobb előzékenységet fogja tapasztalni a főügyész úr. Kérem, majd beszélek a vezérigazgató úr méltóságával. Különben nagyon kedvesek vagytok. Szervusz, kérlek. Szervusz, kérlek, alássan. Az első Panama. Az első pajtikám, az első panamat. Nincs ebben semmi, mert hiszen arra sose leszek kapható, hogy igazságtalanságot és jogtalanságot tegyek. Az igazság is a jog alapján állok, és egyetlen célom a polgárság érdekeinek védelme. Ő méltósága hívatja. Nagyszerűen méltóságos uram, de méltóságod egészen friss, olyan, mint egy jogászdiák. No. De igazán méltóságos uram. De nehéz fejed van, talán el is felejtetted a nevemet. Dehogy is, drága Béla bátyám. Hogy köszönjem meg, hogy a korrektúrát elméltóztatott végezni helyettem? Hogy? Nem korrigáltál? Nem, mert mi tűrés tagadás elaludtam, és a feleségem nem tudta, milyen fontos dolog ez rám, sajnált felkölteni, ilyenek az asszonyok, úgyhogy úgy ment vissza a korrektúra, ahogy jött. Csak reggel jutott eszembe, hogy nem korrigáltam a hírlapíró cikkét. De amikor elolvastam a cikket, láttam, hogy valaki korrigálhatta. Én tegnap az újságírónak nagy nemzetgazdasági elméletet fejtettem ki, amitől szorgalmasan le is írt, hogy miért kell adót fizetni. Azért, mert akkor az adófizetők a kezükben tarthatják az államot és hatalmat. Joguk van beleszólni az adók hova fordításába. Példákat is idéztem, hogy mikor a bolgárok a háborúba belementek, a legutolsó bolgár gazda is kiszámította, hogy mit kockáztatnak és mit nyerhetnek a háború által. Ez nem volt meg mi nálunk, mert a magyarnak nincs átfogó nemzeti gondolkodása, ami népünktől távol van az, hogy a nemzet szükségleteire gondoljon. Mi csak fizetjük parancsra a pénzt az államkasszába, ezzel szemben sejtelmünk sincs arról, hogy mi lesz abból a pénzből. Magyar nem gazda az országba, csak adófizető alany. Hogy? És akkor így is jó? De ez véletlen szerencse. Mert ritkaság, hogy nem marad benne semmi különösebben sértő és bántó passzus. Az az egy talán... Micsoda? Kérlek alázattal, Béla bátyám. Még maga a kifejezés nem volt éppen rossz, mert egy főügyész nem is lehet egyebet, csak azt, hogy a jog és a törvény alapján áll, de az igazság szónak a hangsúlyozása. Ez kissé, hogy mondjam, élesnek hangzik. Mert ugye mindenki az igazság alapján áll. De ha a jog és törvénnyel szemben az igazságot hangsúlyozza a főügyész, ez esetleg visszatetszést kelthet bizonyos körökben. És ki lehet az ellenzéknek játszani a hatósággal szemben? Mintha eddig mások nem az igazság alapján állottak volna. Az igazság csak annyiban játszhat szerepet, amennyiben megegyezik a joggal és törvénnyel, nem? Természetesen. Na, hiszen el fog csúszni. Remélem, nem veszik úgy észre az emberek. Mert azt meg kell tanulnod, hogy az emberek nagyon szeszélyesek. Míg valaki kedvencük, addig sok mindent megbocsátanak neki. De ha egyszer megfordul a hangulat, akkor aztán minden eszükbe jut.
lesz idő, mikor, ha kisiklás történik, azt fogják mondani, hogy bezzeg az igazság volt neki fontos. És mégis... Vagy azt, hogy már ez akkor is piszkálódott. Ez valósággal ügyvédi vádbeszéd volt ellenünk. Emlékezzetek csak, hogy már a legelső nyilatkozatában az igazságot fenegette. Na, hiszen nincs semmi baj, mert elég mulatságos volt, de korrektúra nélkül hogy lehet kibocsátani egy újságbeli nyilatkozatot? A nyomtatásban átolvasod, biztos, hogy ezt korrigáltad volna. Mert figyeld meg a következő mondatokat. Ez bizony könnyen lehet az ellenzéknek felhasználni, és ellenet fordítani azzal, hogy rátámaszkodik, és nem szeretem, hogy nem korrigáltál. Azt hittem, méltóságod lesz, hogy kegyes és belepillant. Megmondtam a szerkesztőnek, hogy egy levonatot okvetlen juttassanak a méltóságod lakására. Na igen, azt ők úgyis megteszik. De én csak bizonyos lehetetlen dolgokat húztam ki. Ezt szándékosan benne hagytam, mert akartam látni, hogy észreveszed-e, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm. Igazán nagyon szépen köszönöm. Hálásan köszönöm méltóságod jó akaratát. Mi van ezzel a takarékkal? Kard is telefonált, hogy egy aláírásodra van szüksége, és megtagadtad. Erről akarok éppen referálni. Én csak azt mondtam, hogy megbeszélni kívánom, hogy méltóságod utasítását kívánom bevárni, mert az ügyet még nem ismerem, és nem tudom, mi a város álláspontja ebben az ügyben. Mert voltaképpen a takarék és a város között lévő perre vonatkozik. Meg kell adni. Hallom, vadász ember vagy. Igen, de most nem vagyok benne egy vadásztársaságban sem. A vadászjegyem természetesen megvan, de inkább csak az apósom birtokán szoktam nyulászni. Mármikor időm van rá. Ah, az apósod. Szentkánai? Igen. Hol a birtoka? Kint van, Kishegyesen. És milyen birtoka van? 80 holdja van, de bérel mellette egy birtokocskát. Igen. Az idején ezek a nyulak már egy kicsit rendesebben viselik magukat. Persze, a forradalmak alatt a parasztok mind kipusztították a vadállományt. Még volt patronjuk a háborúból, és élessel lőtték a varjút. Hát, bocsánat, méltóságos uram, szervuszalással. Szervusz, szervusz, Pajtika. Péterfikém, referálj meg kérlek, mi ez a macskási ügy? Kérlek, alássam, főügyész uram. A takaréknak volt egy kis bérlete az erdőn, amelyet egy macskási nevű embernek adtak tovább. Ez kitermelte a fát, és elmulasztott a törvény és a szerződés értelmében tovább fásítani, hanem egyszerűen kukoricát vetett a földbe. Ekkörül az erdősítés körül volt a per. A banknak egyáltalán nincs igaza. Tudatosan tértek el a szabályoktól, és azért kellett a városnak megindítani a pert, mert az erdőhivatal utasította rá. Hogy kibújjanak a felelősség alól, kénytelenek voltak a bankot, a bank meg macskásit perelni. Na de hát az erdőhivatalnak igaza van. Hogyne, igaza van. Milyen aláírást akar kapni a bank? Azt kívánják igazolni, hogy bizonyos ügyirat a bíróság részéről mikor jött. Az érkezés idejét csak az ügyosztálynál lehet megállapítani. Mondd meg kérlek, hogy ennek semmi akadálya sincs. Értem, kérlek. Te hova való vagy, Péterfikém? Én kérlek alázattal, főügyész uram, én menekült tisztviselő vagyok. Erdélyi, Udvarhely megyéből. Úgy. Az szép. Beszél. Azt mondták az osztályban, hogy a városatyák meg akarták verni Makrózit Zsévé miatt. Csak apuka mentette meg azzal, hogy azt mondta, vizet az öregnek! Vizet az öregnek! Vizet az öregnek! Na, vizet na az öregnek! Most már elhallgassatok! Vizet az öregnek! Kardicsit meghívta a csütörtök estére. De nincs semmi ruhám, hát nem tudom, hogy mibe megyek el. Máma szombat van, holnap vasárnap, itt van csütörtök, én nem tudok semmit se csináltatni. Én azt mondom, fiam, menj el a varrónőhöz, és minden esetre rendeld meg a ruhát, aztán lesz, hogy lesz.
ő is fog várni egy ideig. Aj, nem vagyok hozzászokva. Szervusztok, gyerekek! Itt a Berci bácsi! Berci bácsi! Bercike, Kámuska! Berci, gyerünk a szobádhozba! Berci bácsi! Berci bácsi! Nolcsém, azt akarom mondani, hogy nagy dolog van. Nagy dolog? Ez még nem volt, mióta a kopjások ilyen szomorú sorsa jutottak. Bánya tulajdonos lettem. Bánya? Milyen bánya, Berci bátyám? Szénbánya, öcsém, szénbánya! Az úgy volt, öcsém, hogy van egy nagyon jó kis bánya Borsod megyében. Kalács. Kalács bánya. Kölesére. Hát jön hozzám, mint ügyvédhez, egy fiatal ember, s előadja, hogy az apja meghalt. Az apja egy nagyon derék, tisztességes, törekvő kovácsmester volt, aki óriási munkával és ügyességgel ezt a kalácsbányát megteremtette. Igen, de az Isten adtának persze sose volt annyi pénze, hogy szakszerűen tudja művelni. Hát csak éppen azt tudta kicsinálni, hogy minden rettenetes világforduláson keresztül megőrizte. Művelés csak éppen annyi volt, hogy a bánya kapitányság be ne zárja a bányát. Míg élt, valahogy rendben volt a dolog, mert az öreg kovács fene chefmeister volt. Mindig előteremtett annyi pénzt, hogy valahogy az üzem álljon. Hitt a bányájában, mint az Istenben. Tudta, hogy annak jövője van, mert olyan abban a szén, nézd csak, hoztam is mutatóba egy darabot. Nesze, öcsém, ezt neked hoztam. Ez az én prezentem. Ez a mi megváltó csillagunk, az egész kopjás nemzetségé. Nézd csak, hogy csillog, milyen aranyerek futnak benne. Nézd csak, milyen fekete, milyen kemény és milyen nehéz. A legjobb porosz szénnel versenyez, de az átlag is jobb, mint a salgótarjáni. Hát annál jobb. No, őrizd meg, és dicsekedj vele. Mutasd meg ezt, öcsém, mindenkinek, aki a szénhez ért. Vizsgáltasd meg vegyileg, égettes belőle lombikba, pároltasd, főzesd, tisztítasd, mert én tudni akarom, mit ér ez a szén. Na. Ne tedd le, öcsém, ne tedd le többet soha, ha szereted az Istent. Ez a mi megváltunk, öcsém. Ebből kell a kopjás címert újra aranyozni. Ahogy én megláttam ezt a darab szentet, azt mondtam, ez kalács. Ez a mi kalácsunk. Kifirtattam. Jól megismertem a bánya ügyét. Mérleget csináltam róla, aztán elmentem a sógorhoz, vele is megbeszéltem. Ő az efélékhez kegyetlenül ért. Jószágigazgató volt mindig. Szóval most már benne vagyunk, az egész család. Hogy ne legyek hosszú, ma csak annyit mondok, hogy együtt van a családi részvénytársaság. A kovács gyermekeit kifizetjük bagóval, a bányát meg értékesítjük. Kihasználjuk, kibányásszuk, barátom, István. Hála Istennek, most már jó helyen van a fejem alja. Nagyszerű, Berci bácsi, gratulálok hozzá. Gratulálsz? Én gratulálok neked, öcsém. Tiszta szívemből gratulálok, mert te vagy az, aki a családban az utolsó évszázadban a legnagyobb karriert csináltad. Na, zsarátnoki főügyész! Tudod te, mi az? Tudod te, hogy ki vagy te? Kivált, ha ezt a szenet megismered, megszereted, és belépsz az érdekbe. Most a városok a legnagyobb zavarban vannak, hogy hogyan lehet tüzelővel ellátni magukat. Egyik sincs rendben. Veszik a drága szeneket, s rásózzák a kartelek a világ legrosszabb szenét a városokra. Öcsém, zsarádnok városa maga elég nekem megrendelőnek, míg több nincs. Nem tartozik rám. Nem tartozik rád? Hát kire tartozik, ha nem te rád? Egy szavadba kerül. Szólsz a városi gazdasághivatalnak, nem mondasz nekik semmi mást, csak azt, hogy vizsgálják meg ezt a szenet. Tegyenek egy próbarendelést a bányánál. Ingyen hajlandó vagyok egy vagon szenet adni, hogy a város kipróbálhassa. Alkalmas-e például a színház fűtésére? Ha nem alkalmas, egy huncut krajcát ne fizessenek nekem. Próbálják ki az összes városi üzemeknél. Ha tudják használni, jó? Ha nem tudják, nem szóltam semmit. Nem lehet, Berci bátyám. Nem lehet, nem tartozik rám. És én nem akarom a magam presztízsét üzletszerzése felhasználni. Ne örülj meg, öcsém! Kidobod az aranyhegyet az ablakon. Aranyhegy. Te is valaki vagy? Gyermekeid vannak? Azokról is gondoskodni kell? 20% ajánlhatok fel neked az egész megrendelés után. 100 000 pengős megrendelésnél ez, barátom, 20 000 pengőt jelent. Tisztán, parázson, bárezgeld,
Hogy van neked csak úgy eldobni merszed ennyi pénzt, a kis kópé? Ráduszítom a feleségedet és az egész családot. Mindnyájan meg volnánk mentve, mert úgy gondoljuk, hogy erre a célra a családi részvénytársaságot meg kell és meg is lehet alapítani. Az elébb azt mondtad, hogy már meg is van. Papíron. De az az effektuálás, ha megrendelés is van, és meg lehet csinálni. A mai nehéz viszonyok között nem lehet pénzt előteremteni levegőből, ha még olyan remek is az üzlet. De ha van egy ilyen megrendelés, akkor már kész az üzlet. Akkor már annyi pénz áll rendelkezésre, hogy el sem tudjuk helyezni. Neked egy fillért sem kell befizetni. Mi a bányát átvesszük és kezeljük Antal sógorral. Neked semmi dolgod. Zsebre vágod a hasznot, és gyerünk! Ugye, Berci bácsi kigratulált először Pistának? A Lajos. Miféle Lajos? Bátai Lajos. Ki az? No hát, a Berci bácsi testvére. Az Istenért, csak nem állottatok vele szóba. Adj neki egy pengőt, és menjen a dolgára, hisz az egy pestises ember. S mit kért? Ruhát. Csak nem adtatok neki. Miért? Ő akkor nem fogtok szabadulni tőle. Fel fog öltözni, és jön a nyakatokra. Milyen ruhát adtatok neki? Pista régi Ferenc Jóskáját. Na, nektek sincs jó dolgotok. Holnap a püspöknél lesz. Éppen az kellett neki, hisz annak az a mániája, hogy papnak kellett volna őtet nevelni. Soha sem mertünk neki fekete ruhát adni, mert akkor mindjárt elkezd mászkálni, és végig kompromitál az egész világ előtt. Barátom, vigyázni kell a rokonokra! Ez volt az első kérése, sose fordult eddig hozzá még levéllel se. Miért fordult volna? Öcsém, van 20 pengőd? 20 pengő? Hát kifogytam a pénzből. De ha nincsen éppen nálad, az se baj, majd lesz valahogy, na. Nagyon szeretnék egy kis pénzt adni, Berci bátyám, de nincs nálam egy fillér se. Ezt a szénbánya dolgot jól gondold meg. Én a jövő héten megint erre járok. Akkor bejövök. Nem kell éppen sietni a dologgal, de el se szabad késni. Jó. Nem mondom, még fiatal vagy az állásodban, hanem azért annyit megtehetnél, hogy ezt a széndarabot megvizsgáltatod a városnál. Nekem is nagy érdekem, hogy megtudjam róla a hivatalos véleményt. Nem mondom, késő az idő, mert itt a november. Rendes gazda már gondoskodott a téli beszerzésről, hanem jövőre is élünk. Akkor is kell a pénz. Vén szélkelep. Vigyázz, lelkem, vigyázz. Én nem mondok semmit, én nem tudok semmit, de azt tudom, hogy Berci bácsi szavára nem lehet adni. Persze, hogy nem lehet. Itt hagyta ezt a darab szenet, hogy vizsgáltassam meg. Ugyan, hol vette? Valamelyik vasútállomáson dugta a zsebébe. Feleségem ilyen szép asszony. Eddig olyan voltál, mint egy hamupipőke, most meg szinte szétnyílnak körülötted a falak. Hát, teringettél. Hódítani fogsz. Hát, ez az egy eddig nem jutott eszembe. Hónajba vág, nem érzem jól magam ebbe a ruhában. De nagyságos asszony, úgy, mintha ráöntötték volna a nagyságos asszonyra. Nem, én nem bírom így viselni. Én nem vagyok próbababa, amire csak ráfeszítik a ruhát. Én élni akarok benne. Nem tudok mozogni. Hát mi ezt kérem? Nem tudom a karomat felemelni. A nagyságos asszonynak gyönyörű alakja van. Sokan irigyelnék. Semmit nem kell eltakarni. Mindent meg lehet mutatni. Én nem akarok mutatni semmit. Én a ruhát viselni akarom. S a ruha legyen olyan, hogy mozogni lehessen benne. Én nem akarok mozdulatlan báb lenni. Engem
Elvisz az ördög, ha azt kell éreznem, hogy nem szabad megmozdulni, mert kirakatban vagyok. A ruha legyen olyan, hogy szabad embernek érezzem magamat benne. Hogy minek kell nekem kibújnom a bőrömből, hogy az uram karrierjét szolgáljam? Hagyjon engem, kérem. Ez mégis rémes. Nem elég, hogy egész világ isteníti egyszerre. Én nem fogok megváltozni a maga kedvéért. Minek kényszerít engemet ilyen tortúrákra? Nem vagyok jó magának úgy, ahogy vagyok, ahogy mindig voltam. Megjött a kocsi. Ez is. Mibe fog kerülni? Ne vigyen engemet ilyen helyekre, Pista, kérem, ne csináljon belőlem mást, mint ami vagyok. Micsoda dolog az, hogy én egy patkányukból menjek ki a világba fényeskedni? Könnyű azoknak, akik otthon hat szobában élnek, s nem is tudják, mi a család. Nem vagyok én félvilági nő. Zsigmond hangjátéka. Negyedik rész. Földre szállott angyal. Mekkora villa? Honnan volt erre pénzük? Itt mindenkinek van. Életemben ekkora halt még nem láttam. Nézd ezt a tükröt. Nem túl fiús a hajam? Bolond vagy te, Lina. Nézd csak, kik vannak itt? Milyen soványak azok a lányok. Szép jó estét, rokon. Rokon, Alispán úr. A fiam, tetszik tudni, egy szentkálnai lányt vett el, így hát rokonok vagyunk. Rokonok? Nézd, felénk tartanak kardicsék. Milyen sápat hideg ez a kardicsné, de egyáltalán nem szép. Csupa előkelőség. Pista, mi nem illünk ebbe a világba, mit keresünk mi itt? Én vagyok a frissen kinevezett főügyész, te meg a főügyész felesége vagy. Viseld magad. Magdalénára vár. Magdaléna is itt lesz. Hogy érzed magad, szívecském? Hogy? Te vagy a legszebb. Gyönyörű vagy. Pszt. No, megjöttek a fiatal házasok. Át kis húgom, az uradat ma nélkülözni kell, mert ma őt zabáljuk. Hát marad még nekem éppen elég belőle. Ugyan mi? A rossz kedve az enyém marad. Az is van neki? Remek asszonykád van, Pista. De mondok én neked valamit. Parancsolj, Kardis bátyám. Van itt egy kitűnő villa-villa sorod. Azt neked meg kell venni. Nem mondom még meg, hogy melyikre gondolok, csak annyit mondok, hogy a villa remek és eladó. Hány gyereked van, Pistám? Kettő.
Két fiam van. Egyik negyedik gimnazista, a másik első. Remek. Az nagyon jó lesz neked. Mélyen áron alul meg lehet venni. Nem lehet elég áron alul. Most kell villát venni, kedves rokon. Nem csak azért, mert állásodhoz illik, hogy a saját kis fészket bellak. Egy köztisztviselő nem lehet albérlő. Hanem azért, édes egy Pistán, hogy megelőzzük a pletykát. Ha egy év múlva veszel, azt fogják mondani, hogy Nini, már ez is megszívta magát. Ha azonban ma veszel, akkor nyugodtan hivatkozhatol arra, hogy az ősi örökség maradékát mentetted át egy vikinglóba, és kinek mi köze hozzá. Sőt, olyan emberben bízik csak a mi népünk, akinek van valamilyen. Mikor Károly királyt koronáztak, én magam hallottam két parasztól, akik ott álltak a királyi kocsik mellett, hogy azt mondja. Ennek még a küllője is aranyból van. Ezek a Habsburgok, ezek az igazi királyok. Egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit formás legyen, egy kicsit vékony, egy kicsit okos legyen, és gyönyörű. Legyen napközben házi tündér, és este izgató, szerencsére ilyen asszony nem található. Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű. Na tessék! Nem fogadtam el a banknál felajánlott kölcsön, de ezek tudják, hogy kell. Látod? Nem vagy jó a városnak így, ahogy vagy. Át akarnak alakítani a maguk képére és hasonlóságára. Hát mindenkinek muszáj nagy házat vinni. Mindenkinek akkora lakása van, hogy pukkadnak miatt, akik látják. De a hivatalnokok is igyekeznek 6 szobás lakásokat szerezni. Mint ha a bírósága nagyobb ítéletet mondhat egy elnök, ha nagy lakásban lakik és el van adósodva fülig, mint a jövedelmének megfelelően él, szerényen ül, szolidan. Jó, ezeknek a gazdagoknak. Rokonok. Kardics egy remek ember. A semmiből teremtette meg a takarékot. És az ma az Alföld legkülönbb bankja. Ha ő valamit jónak talál, azt vakon el kell fogadni. A Belatini villáról van szó? Nem, az nem valószínű. A villasorban egész csomó ház van kockán, de a Belatininak egészen más a dolga. Ja, fontos, hogy Kardics sógorod a legnagyobb jó akarattal van hozzád. Ez biztos. Én már többször beszéltem rólad vele, Pajtikám. És mindig csak azt mondja, hogy mennyire megszeretett. És milyen haszon a városnak, hogy a véletlen éppen téged állított erre a helyre. Ebben megnyughatsz, ugye? Nagyon köszönöm, Béla bátyám. Nagyon szépen köszönöm. Én mindent úgy fogok csinálni, ahogy te, Béla bátyám, tanácsolni fogod. Hogy érezted magad? A vacsora jó volt. Azt mondják, férfi szakács van náluk. Na persze. Tudod-e, mit mondott Kardics bácsi? Azt mondja, hogy van egy eladó villa soron. Igen olcsó, mélyen áron alul. Most nagyon könnyen meg lehetne kapni. Kinek a villája lehet az? Nem tudom. Én megvallom, félek. Attól félek, hogy nagyon hamar a markába ne kerítsen az a véng az ember. Nagyon vigyázni kell. Csak baj ne legyen. Nehéz dolog. Mindkettő nehéz. Elfogadni is nehéz, el nem fogadni is nehéz. A takarék megveszi a villát, azzal nincs baj. A többit is meg lehet csinálni, a berendezést és a felszerelést. De még nem tudom, mi van a városnál. Nagyon meglep, hogy Makróci után még semmi Panamát nem látok. Pedig el voltam készülve rá, hogy egy hangyabolyba léptem bele. Vagy nagyon ügyesen csinálják az ilyet, vagy nincs.
Ez lehetetlen, csak talán nagy dolgokra koncentrálta az erejét, és azok még ilyen hamar nem sültek ki. Most a takarék szíveskedik, mert Kardics bácsi nem szerzett meg ingyen rokonnak. Meg is szüksége van rám. Ő tudja miért. Most nem tudom, milyen álláspontot kell elfoglalnom a büdös dolgok esetén. Nehogy ellenszenvessé tegyem magam esetleg az egész társaság előtt. Ezek, ma is láttam, annyira egy húron pendülnek, és úgy össze vannak házasodva. Az alispán sógor itt, sógor ott, és valamilyen sógorok valami titkos maffiában, ami még az én szemem előtt rejtve van. Ha pedig szemet hunyok, megalázom magam. Pedig később biztosan ki fog sülni valami. Nagyon jót mondott a főmérnök. Azt mondja, egy vidéki városban a főmérnöki állást átalakították műszaki tanácsosi állásá, és Budapestről hívtak meg valakit a belügyből, egy műszaki urat. Azt kérdezi az illető ura meghívásra, hogy van-e vízvezeték? Van. Hátútburkolat? Az is van. Hát a gázgyár át van-e már véve, s átalakítva villanyteleppé? Az is rendben van. Akkor? Azt mondja, mit keresek én ebbe a városban? Mit gondolsz, ha Kardics bácsi, Isten ments, felfordul, a felesége ezeket a nagy csütörtöki vacsorákat folytatná? Minek? Ez csak az üzlethez kell. Képzelem, az a sovány asszony, hogy unja ezt az egészet. Pedig nincs is vele semmi strapája. Mindent az alkalmazottak végeznek el. Hanem, hogy mennyi energiát kell annak az embernek belefektetni. Hogy résen volt az? Sose felejtem el. Az utcán, ahogy elkapott, azonnal megkötötte a rokonságot. Mint a vadász, mindig töltött puskával jár, és a legkisebb vadat sem ereszti el szem elől. Gyere már közelebb, te fűgyészné. Nem tud kopogni. Minuskám, Pistikám! Azt mondja, rokon, és ereszem te be. De mennyire, hogy rokon, drága gyermekeim, itt van Berci bácsi. Berci bátyám. Látom, épp ebédhez készülöttök. Ebédhez túrós csusza van. Túrós csusza? Azt nem szeretem. Öcsém egy szóra. Mi az, Berci bátyám? Hagyjál csak 20 bengőt. Nincs nekem, bátyám, egy fillérem se. Berci bácsi! Bercike! Kálmuska! Hát úgy rohantok, mint a csűrhe. Na, megmostátok a kezeteket? Meg! Na, üljetek helyre. Öcsém, 10 pengőt sincs. Na, fogja, Berci bátyám. Bennem bízhatsz, öcsém? Hamarabb összedől a nagy templom, mint hogy te én bennem csalódjál, édes öcsém. Apuka! Igaz, hogy Kardics bácsiéknál aranyevő eszközökkel ettetek? Ki mondta ezt a butaságot? Az iskolában mondták, hogy a nagy vendégeknek mindig arannyal terítenek. Nektek nem arannyal terítettek? Na, hallgass és egyél szépen. Köst fel a szervétát. Szervétát? Szétültetlek benneteket. Na, nem férnek meg ezek egy szobában. Majd az egyiknek a fás színben terítek, a másiknak meg a kapu alatt. Te mész a kapu alá. Apuka! Ugye nem is igaz? Kardics bácsinál nincs aranyevő eszköz. Hallgass, ne beszélj bolondokat. Aranykanállal csak a király eszik. Buta, a királyné gyerekei most éheznek Lekejtóban. Lesz csönd! Apuka, Lubéknál egy amerikai vendég volt. Egy amerikai vállalkozó. Roppant gazdag. Mikor vacsorára a tepertő csúszát adtak, azt hitte a tepertő mazsola, és azt hitte, hogy édes tészta krémmel. És mikor bekapta, megérezte a sertés zsírt, olyan beteg lett, hogy hányt. Ki mondta ezt a butaságot? König Péter mondta, az osztályban. Tudnak is az amerikaiak enni. Azok konzervet esznek. Náluk minden el van készítve konzervnek. A gulyás? Nem csak a gulyás, apuka, hanem minden étel. Csak megrendelik a szakácsnőnél az ebédet, az megy bevásárolni. És megveszi konzervnek a levest, a húst, a mártást, a
a főzeléket. Ahogy te azt elképzeled, te csacsi. Majd akkor tudjátok meg, ha baj lesz. Most pedig jó dolgotok van, mert apuka mindent előteremt, de se tanulni, se dolgozni. Haszontalan naplopó lesz belőletek. Na, spirc a szobátokba! Nagyságos asszony, kérem! Mi az már megint? Rokon! Rokon? Ki a mennydörgős menkő az már megint? István lelkem! Ó, Kati néni, hát maga hogy kerül ide? Eljöttem, fiam. Jaj, de régen láttam, hogy van lelkem, Kati néni. Ha Zsuzsika látna, a te jó édesanyád, milyen jó rokon volt, Istenem, Istenem! De én is az vagyok. Nem tudok meglenni, hogy rokonokon ne segítsek. Azért jöttem el hozzátok, lelkem, hogy valamiben segítségetekre legyek. Tudom, most el kell a segítség, hogy nagy házat kell majd vinni. Ajaj, ne törődjön a Kati néni, beszéljen csak, hol járt, hol él, mit csinál, hogy van. Egészséges? Meg vagyok, lelkecském, látod, meg vagyok. Na, mit segítsek, lelkem? Mit csináljak? Vágyok a munka után. Maradjon csak, Kati néni, mulattassa az uramat. Jaj, de gyönyörű egy édes teremtés. Ennek még a lába nyomát is megcsókolhatod. Jaj, hogy dolgozik. Nem úgy, mint a régi világ úriasszonyai. Azok bizony könnyen éltek. Az a baj, mert ha egy kicsit jobban takarékoskodtak volna, most jobban állanának mind. De Kati néni, azok nem dolgoztak? Ó, fiam, a régi világban csak a nagy flanc volt. Ne is beszéljünk róla. Szép nagyanyád még maga hajtotta be a négy lovat a városba, és ekkora szivar volt mindig a szájában. Az nagyon rossz világ volt, gyermekem. Akkor csak a ferbli járta, meg a nagy evések, ivások. Hát dolgoztak, persze, mert muszáj volt ellátni a házat, de nem ők dolgoztak. Volt elég segítség, még anyádnál is fiatalasszony korában. Annyi volt a léhűtő, az egész falu mind a nyakán élősködött. De szegény apád örökölte a régi szokást. Nála meg kellett lenni akkurátusan. Na de hagyjuk, örülök, hogy így megnőttél, megférfiasodtál. Egész ember vagy. Jaj, szegény anyácskát, ha látna, beörülne neki. Főügyész vagy, öcsém. Nagy dolog. Megaranyozod a régi címert. Címert, Kati néni? Nincs már címer. Koldus címer az ma, a régi címer. Hát hogy van, na? Olyan, mint volt. Nem változott semmit. Hát, fiam, eltőtt az idő. Nem panaszkodhatok, mert szépen tőtt. Mindenütt szerettek, ahol csak voltam. Senki se akart elereszteni. Most is ezek a szegény Andris bátyádék. Úgy sírtott mindenki, mikor eljöttem, hogy ne menjen még Kati néni. Sehol se lesz olyan dolga, mint nálunk. De hát én már nem bírtam látni azt a sok szomorúságot. Milyen szomorúságot? Hát nem lehet ott élni már. A Rima völgyön. Az a te szegény anyád is, hogy elment. Hogy elment. Annak is csak mártírium volt az élete szegénynek. Mártírium? Mindenkinek mártírium az élete, aki él. Hát a Zsuzsikáé az volt. Az a szegény apád mennyi bánatot okozott a nagy természetivel. Kevés volt neki egy asszony. Ne beszéljen erről, Kati néni. Csak szép és kedves dolgokról beszéljen. Na, hiszen nem volt semmi fiam, mert szegény apád az egy jellem volt. Az csak szenvedett. Az apám? Szerelem, fiam, szerelem nem szégyen, hanem szerencsétlenség. Akire rájön, remélem nem örökölted a természetit. Megcsaltad anyámat. Csak senyvet miatta. 10 év alatt egyszer sem csókolta meg a kis ujját sem. Az olyan embernek könnyebb, mint a te Berci bátyádnak, mert az olyan csélcsap volt, az ahányat látott, annyit szeretett. És minden viszonyba volt, de István az jellem volt. Csak messziről imádta. Csak a felesége szenvedett miatt a szegény Zsuzsika. Látnia kellett az ura hervadását, és nem lehetett segíteni rajta. Te hisz ez rettenetes. De szép ember volt.
szép szálember. Mint te. Éppen ilyen volt a homloka. Szája meg, annak is mindjárt ilyen könnyes lett a szeme. Nézze, Pista maga nagyon veszélyes útra lépett. Ha maga most már fel akarja szedni az összes rokonát, a nagybácsikat, a testvéreket, az atyafiakat, akkor aztán nem tudom, mi lesz ennek a vége. Most már magából fog élősködni az egész poloskafaj? Hogy mondta? Magának a kopjások poloskafaj? Hát mi az Isten van itt? Én velem így lehet beszélni? 50 pengő miatt maga így elveszti a fejét? Maga adta nekem azt az 50 pengőt? A szentkálnai vagyonból van az az 50 pengő? A szentkálnaiak segítettek ki engem avval a nyomorból? Abból élek én 16 éve, hogy az apád egy nyulat küld, meg egy kosár rohadt almát? Rohadt? Tiszta szívvel mondod azt, hogy rohadt? Nem a legszebbeket válogatja ki az apám? Az apámat szidod, aki meghalna, érted? Aki igenis megkoplalja csak, hogy neked küldhesse a legszebbet, a legjobbat? Magának az én rokonaimból még soha egy fillérkára nem volt, mert ha rohadt is, de elküldik, és maga megzabálja. Láttam, hogy egy ütött almát vett ki az asztalnál a kosárból, de csak most tudom, hogy meggyanúsította már akkor az apámat, hogy ő otthon kiválasztotta a rohadtat, hogy maga falja fel. De azért felfalta. Ott van a bendőjében, nem hányta ki. Háj lesz belőle, még vastagabb lesz. Emelheti a fejét, mert jól lakadtam a szentkálnai almával. Tölyfös köthetik, és pukkathat, hogy milyen nagy úr. Azt hiszi, nem látom, hogy már nem fér a bőrébe. Már úgy jön végig az udvarom, mintha egyszerre vendégnek jönne ide a koltusokhoz. Már dobálózik az 50 pengőkkel. Nem én adtam? Hát akkor hol a fenébe vette? Egy büdös krajcárja se volt, mikor legutoljára számoltunk. Hát vagy tőlem lopta és eldugta, hogy ne tudjak róla, vagy már elkezdett színi, mint a friss szúnyog, és a városéból lopta. Lopta a nyavaja! Ez nekem becsületes keresményem. Egy szerződését kaptam, amit a hivatalban írta. Magától lopni? Mit? Amit én odadok, azt lopja vissza? A fenejde meg ezt az egész rohadt életet! Thank you.
Rokonok. Móri Zsigmond hangjátéka. Ötödik rész. Szervusz, Pistikém. Hát te merre tartasz? Csak nem a hivatalba. Szervusz, Bálint, de bizony oda. Egy rendes főügyész bejár a hivatalba. Elkísérlek egy darabon. Milyen volt a termés? Oh, barátom, én már nem dolgozom zabba. Ha csak magam nem eszem, már nem vagyok paraszt, már én úr vagyok, ugye? A földnek vége. Ne beszélj. Akkor mivel töltöd az idődet? Folytatom, barátom, folytatom. Nem lévén más dolgom, a legfiatalabb generáció szerelmi ügyeit intézem el. Mert hozzám fordulnak szegények a maguk rettenetes nagy bajaival, abban a reményben, hogy én még olyat nem pipáltam. Igaz, cimborám, gratulálok, mint leendő villatulajdonosnak. Nekem? Hogyne. Nagyon szép villa. Nincs is az egész városban még egy ilyen tökéletes villa. Az úgy meg van építve, hogy kiállításra lehetne vinni. Nem tudom, miről beszélsz. Hát, a Boronkai villáról. Andris bácsi mondta az Alispán, hogy Kardics neked akarja adni a Boronkai villát. A Boronkai villát? A Boronkai Feri bemegy államtitkárnak a földművelés ügyébe. Hát, szegény Ferinek ez is a legjobb, ugye? Így talán még megúszza valahogy. Iszonytatóan elvaradósodva. De arra vigyázz, hogy ne rakjanak túl sok adósságot rá erre az objektumra, mert akkor ugyan semmit sem érsz vele. Ez a sertéstenyésztő, ez rettenetesen eláztatta őket. Nem lehet megérteni, hogy így belemásztak, éppen abban a pillanatban, mikor a konjunktúra megfordult. Hát persze, ez a makróci bűn. Igen? Igen, ezért kellett elejteni makrócit. Úgy bizony, barátom, a magyar törvény az adóssal szemben drákói szabályokkal dolgozik. A régi törvényhozók felfogása az volt, hogy aki csődbe kerül, az vagy kártyás, vagy részeges. Mind a kettő megérdemel minden büntetést, hogy elrettentő példa legyen mások számára. Most azonban, barátom, jött egy új világ. A pénzára megnőtt, a terményára lement. Ha tehát valaki jó gazda volt, annak vége. Mert az adósságot vett fel, hogy a forradalmak s a román invázió után elpusztított, devasztált birtokát helyreállítsa. És ha valaki felvett 1000 pengőt a 30 pengős búza idején, annak ma a 8 pengős búzából 4-szeres kamatot kell fizetnie. Azaz, kellene, mert nem teheti, hiszen alig van annyi termése, hogy a legelemibb szükségleteknek eleget tudjon tenni. De barátom, 1000 pengős ökröknek az áram a 180 pengő. Hát tessék megélni. Ha aztán megnyílik a csőd, akkor pláne a bank jár rosszul. Mindenkinek, aki megérettnek látja a helyzetet, joga van maga ellen csődöt kérni. Ettől a hitelező annyira reszket, hogy inkább ez is erején felül a további kölcsönöket, csak csődbe ne menjen az illető. Úgy. Hát a makrócinak más bűne is volt. Nem csak az, hogy a közgyűlés kis termébe azt az ominózus böketet mondta a zsévéről. Az csak jól jött, hogy így alkalmat adott egy elpártolásra. De ha ügyes vagy, és jó szerződést csinálsz, akkor vagyont ér. Majd csak megfordul ez is. Semmi se tart örökké, még a lehetetlenség sem. Ha megúszod, akkor a gyermekeidet jól helyezed el abban a villában, barátom. Na, Isten áldjon, Pistikém! Isten áldjon! Szabályszerű Panama. A Boronkai villát a sertésztenyésztő hulladékaiból építették. Ezek a hulladékok ölik meg Boronkait, aki a sertésztenyésztő igazgatója volt. Hú, de nem vágyom most a Boronkai villába menni haza. Mennyivel jobb a kicsi bérelt hajlékunk. A fényes és hideg tisztasággal szemben a kellemes, meleg, szennyes zug. Hogy fogom Linát megbékíteni? Az
Szervusz, Béla bátyám! Szervusz, szervusz, Patikám! Szervusztok, magatokban vagytok? Gyere csak, gyere, Patikám! Ez a Pistul, ez egy aranyember! Hát Tóth Bénit meg kinevezték járásbíró. Ne beszélj! Lepényre! Óriási, hát akkor rendben van. Múlt télen annyit nyert a kártyán, hogy megvette a testvérei birtokát. Már az ősi birtokot. 640 holdat. Olyan áron, hogy muszáj volt odaadni, mert azt idegentől nem lehetett volna megkapni. Na de a szerencse forgandó, ahogy jött a pénz, úgy elment, mire a búza kalászba szökött, már el kellett adja. No, én most elviszem ezt a Pistát, kiviszem a villatelepre. Éppen meg vagyok hívva Feriékhez. Ott lesz Andris is, együtt utazott ebben a Pistával. És mondta telefonon, hogy el van ragadtatva tőle. Vigyem ki, hát ha megtetszik neki a ház. A feleségemnek nem szólottam. Úgy volt, hogy együtt nézzük meg. Nem kell az asszonyoknak mindenbe beleszólni, mi? Illetve sokkal jobb, ha az ember fel van készülve, és referálhat nekik. Sőt, a legjobb, ha az ember fait accompli elé állítja őket. Én soha nem kértem tanácsot a feleségemtől, csak közöltem vele. Megleptem. Parancsoljanak helyet. Hogy van, Soma? Soha jobban, Magdalénácska, soha jobban. A tenyerén hord engem a jóisten. A képeket nézi? Tudom, ma nem divat a kép, de hát én nem törődöm a divattal. Én nagyon szeretem a barátaimat, és a világért nem válnék meg a műveiktől. Mind ismeri a festőket? No, hát legalább a tárlatról. De nagyon sokan voltak már itt nálam. Mikor megnyitottuk a házunkat, ezt az albumot fektettük fel, majd nézze át, mindenki benne van, aki megfordult a viskónkban. Öröme lesz benne, talál verseket, rajzokat, mindenféle jó neveket. Ezen a képen a kedves mama van? Ez én vagyok. Nagyon rossz. Na, én szeretem. Ezen pedig az uram van. Ebből a teremből nyílik az ebédlő. Ennek a falain is képek vannak. Ott van néhány szép bronzszobor, oroszlán, két viaskodó gladiátor, nyújtózkodó női akt. Az ebédlő szekrény nézi. Én terveztem. Szép. Az én felfogásom, hogy a lakásban az ember élni akar. A bútornak kell a célt szolgálni. Magánál minden ilyen biztos és átlátszó? Amit meg akarok mutatni. Erre van még két szoba. A dohányzó és az uram szobája. Hát akkor kötünk egy ideiglenes szerződést. Nagyon szeretném még a feleségemmel együtt megnézni. Hát majd megnézitek. Holnap, holnap után bejössz a takarékba, és elintézzük. Szervusz, kedves drágaságom! Szervusz, anyukám! Jaj, rettenetesek ezek a mai cselédek. Még az uzsonnát se tudja elkészíteni. Nem bírja megtanulni, hogy a becikének nem kell a föle. Öcsinek meg gyengén csinálja, egész fehérre. Ez a marha. Egy lovat hamarabb meg lehet tanítani, mint ezt az állatot. Nem akar enni? Nem. Köszönöm. Megvettem a villát. El akarok mondani mindent. Éppen bementem a polgármester úrhoz, Béla bátyámhoz. Kardics bácsi megjött, diskurálni kezdtünk, amikor Kardics bácsi egyszer csak feláll, és azt mondja, hogy ma van az utolsó perc, hogy a házat megmutassa, mert Boronkai holnap reggel utazik Budapestre, és szóval karom ragadott, lecipelt az autójába, belenyomott. Nevettem. Mondom a polgármesternek, hogy én nem megyek, mert én megbeszéltem a feleségemmel, hogy együtt nézzük meg, ha házvételről van szó. Mondta, hogy ő is így szokott mindig, de vannak kivételes esetek, és ha megnézem, akkor együtt már könnyebben fogunk eljönni még egyszer. Szóval az öregek zsarnoksága győzött. Elmentem. Hát a Boronkai villa. Legnagyobb villa az egész villanegyedben. Abszolút modern villa, emeletes, szuterénes, nagy rózsás kerttel. 1500 rózsa van a ház előtt a nagy grubban. Nem is tudok róla beszélni, egész elkápráztam. Saját vízvezeték, dinamóval, még mit mondjak? Olyan termek, mint az új vármegyeházák, központi fűtés.
És mit gondolsz, mi az ára? Egy közönséges tisztviselő telepi ház ára az egész. Mit tettem? Aláírtam az ideiglenes szerződést annak a fenntartásával, hogy a véglegeset csak a feleségemmel együtt vagyok hajlandó megcsinálni. Mutassa. Tessék? Mutassa. Mit? A szerződést. Az még csak ideiglenes szerződés. Még nincs is nálam. Hát hol van? Azt Kardics bácsi zsebre vágta, hogy holnap a bankban aláírjuk. A maga szerződése nincs magánál? Nincs. Hát akkor nincs szerződése. Magának mi baja? Itt valami baj van. Mi baj? Az a baj, hogy valakit be akarnak csapni azzal, hogy rátolnak egy pompás házat ingyen? Övék a ház. Hát soha nem mertem volna ilyen keveset ígérni érte. Fél ajándék. Ha el akarom adni, ennek a dupláját meg lehet kapni érte. Próbálja. A kert maga csodálatos, egész délszaki kultúra. Akkora buxusbokrok, mint a városi közkertben. Onnan való. Az mindegy, és nem az a fontos. Ha szükségünk lesz rá, mi is kaphatunk, de ha nem kell, akkor vissza is adhatjuk. A ház fejedelmi. Olyan kellemes, enyhe temperatúra van az egész épületben, ami nincs így zsarátnokon. A városház ahhoz képest egy ócska, cúgos, ordító szélzug. Mibe kerülhet ott a fűtés? Van a városnak elég erdeje. Újabb levél, újabb rokontól. Albert öcsém kézírása, felismerem. Rokon. Egy kávéházi asztal mellett ül, és nincs annyi pénze sem, hogy a fekete kávéért a 60 fillért kifizesse. A bankban a tavasszal felmondták az állását. El van adósodva, és sehol többé egy fillért sem tud felhajtani. Hiszen nem volna baj, de oda az áldott lelkű felesége, és 4 gyermek van az egyszobás lakásban, és áldott lelkű felesége most is olyan állapotban van, hogy nem mer hazamenni, mert nem bírja látni otthon a nyomort. A lakás kint van a nyomortelepen. A házi úr lakoltatta ki, szerzett neki egy egyszobás lakást a legkülső telepen, és elengedte a házbérhátralékot, a hatóság pedig kényszerítette, hogy fogadja el. Most idebe vannak dugva, és élnek, mint a patkányok. Áldott lelkű felesége var, és minden módon pénzt keres, hogy legalább meleg levest főzzön a gyermekeknek, de ő egy fillér nélkül ül a kávéházban, és azon gondolkodik, hogy kénytelen lesz kiirtani a családot, és ennek csak egy akadálya van, az, hogy áldott lelkű feleségének ehhez még nincs elég lelki ereje, ő pedig nem teheti meg, ha nincs megegyezés a dologban. Még azt írja, hogy ő nem kér semmit. Önérzete fellázad az ellen a gondolat ellen, hogy bármi módon is terhére legyen a testvérének, akivel valaha olyan meleg testvéri szeretetben éltek. Hát mit tegyek? Hogy vállaljam magamra egy 6-tagú családnak az eltartását? Rokonok. Rokonok. Megígértem a polgármesternek, hogy még bemegyek ma a kaszinóba. 7:30. Félek, hogy elkések. Már ezután kártyázni is fog? Á. Miért ne? Aki hazardőr, az mindent megpróbálhat. Én nem vagyok hazardőr, kikérem magamnak. Tegye be az ajtót, kihűl a lakás. Maga jól tudja, hogy én csak magukért, a családomért élek. Nem érdemlem magától sem a gúnyt, sem a támadást. Inkább szánalmat érdemelnék. Szegény ember. Én nem vagyok szegény ember, én nem vagyok gazdag ember. Ha hazajövök, folytatjuk. Kérem. Kezét csókolom. Ki vagyok én? Mit vétettem a sors ellen, hogy így bánik velem a saját feleségem? Az őseim bűneiért kell szenvednem? 2 testvérem van olyan állapotban, hogy ha nyilvánosságra kerül a dolog, el fognak ítélni, mint kegyetlen szívű embert, aki nem segít a vérein. De mit tehetek az öcsémmel? Ők legalább tudják, hogy hogy vannak. Tönkrementek, s vége. Lent vannak a kút felekén, ha meg nem halnak, akkor csak javulhat a helyzetük. De hol tartok én? Kiemelt a véletlen egy biztos szegényes állapotból, és most nem tudom, mi van velem. Lebegek, mint Mohamed koporsója a levegőben. Most mi lesz? Segítenem kell rajtuk. Az öcsém. Nem tudok, csak előbb megszerzem rá a módot. Olyan vagyok, mint a vontatógőzös. Egy csomó slepp van hozzám kötve. Húzom, amíg bírom. Be kell vontatnom a révbe.
Kik vannak itt? Kártyáznak a nagyságos urak. Martini doktor úr van itt. Köszönöm. Ó, itt van a főügyész úr. Megbocsátanak, uraim. Jöjjön, jöjjön. Igyunk egy spritzert. Mi lesz a nagy kölcsönnel? Az még a jövő titka. Ez szóval befagyott. Csak jövedelmező befektetésre. Csak is. Hát mindjárt gondoltam. A csatornázás az nem jövedelmező. Az iskolák renoválása az nem jövedelmező. Semmi sem jövedelmező, csak az akt. Jó neve van. Akt. Autókereskedelmi társulat. Közforgalmi. Autóközforgalmi társulat. Akt. Nagyon jó aktja van ő excellenciájának. Fő részvényes. Na jó, majdnem az. Mikor indul meg a zsarátnoki akt építkezése? Mert ha ez megindul, erre lesz nemzetközi kölcsön. Éppen jókor jön, hogy soha ki ne fogjunk a Panamából. A sertéstenyésztő hallom szépen dagad. Most ilyen kevesen járnak be? Makróci kivonult a társaságával, azóta tiszta a levegő. Jól nézünk ki, ha az új főügyész viszont nyerni jár be. Ez szomorú volna. Úgyis a közigazgatás húzza le rólunk az utolsó búnyát. A közigazgatás? Úgy látszik, a közigazgatás a közélet örök szerződtetett bűnbakja. A dolog ott dől el, hogy kié a világ. A tőkié? Vagy a munkásé? Vagy az államé? Ma az bizonyos, hogy az állam fölébe van építve az embernek. Az állam kivételes helyzetet élvez, mint előbb az oligarchia. Az állam az emberek szemében misztikus hatalom, öncél. Nem az emberek élete fontos, hanem az, hogy az állam viruljon. Az állam felfalja a gyermekeit. Ez az igazi Kronosz. Azt mondják, államban élünk. Nem. Az állam él belőlünk. Ezt a mai életet, a munkanélküliséget, ezt bírni nem lehet. A tömegnek nincs semmi befolyása a vállalkozásra és a végrehajtásra. És míg egyfelől be van dobva, mint szabad egyén a létbe, másfelől magára van hagyva. Hogy harcoljon meg ő a semmivel? Mit ér az ő szabadsága, ha a tőke nincs rákényszerítve az ő foglalkoztatására? A nép ma sokkal magasabb életnívón van, mint 100 év előtt. Nem tart soká. Nem csak a népnél, hanem nálunk sem. A leggyorsabb iramban haladunk visszafelé a nyomorba. Mikor a főváros 50-60 ezer éhezőnek ad ebédet naponta egész télen át, mikor a legkisebb falu is tele van munkanélkülivel, mikor a legnagyobb tőke is megvan rémülve, mert nem kapja meg a profitot, akkor itt a lesüllyedés utolsó korszaka. Megyünk vissza a Balkánra, megyünk vissza keletre. Nem mondom én, van ennél mélyebb nívó is. Láttam én a bocskort és az éhezőknek lézengő csordáját, de mi is azon az úton vagyunk. A mi szegényeink a legszörnyűbb ragályos betegséget terjesztik. A szegénységet. Na de jöjjön oda az asztalhoz. Römit játszunk. Jöhet egy parti főügyész úr. Sokáig tartott a tanácskozás a polgármesterrel? Azzal nem soká, mert nem is volt bent, hanem Martini doktorral. Az ellenzékkel kell folyton csatát vívni. Hol? A sörös poharak mellett? Nem is ittam sört, egy spriccert ittam, ez volt az egész, 40 fillér. Pörkölt van Nokkerlivel. Na gyerekek, apuka vett egy házat. Házat vett apuci. Hol, apukám, hol? Remélem a Villanegyedben. Majd mindent megtudtok annak idején. Na, vissza az ágyba, már rég aludnatok kellene. Mit írnak a rokonok? Milyen rokonok? Láttam, hogy elsikkasztott egy levelet. Ja, mindig csak kérni. Annál nincs könnyebb. Ők éppen olyan kopiások, mint én vagyok. Én nem fordultam soha egyikhez sem. És most, ha az ember szekere egy kicsit feljebb szalad, azonnal rá akar kapaszkodni valamennyi. Mutassa a levelet. Az már nincs meg. Hol van? Széttéptem. Aztán az ne legyen belőle, Pista, hogy minden az én nyakamba szakad. Ugyan mi szakadna maga nyakába? Nézze, Pista! Maguk nagy hebehúrgyán megcsinálnak valamit, amin aztán nem lehet segíteni.
De tudja maga, mi az? Egy asszonynak, aki felépítette már az életét, egy csapásra kifordulni magából? Amit maga csinál, azt jelenti, hogy mindaz, amit én eddig tettem, semmiség volt. Jelentéktelen semmiség. Én ahhoz szoktam, hogy van egy uram, aki mérsékelt jövedelemmel rendelkezik, de azt idadja nekem az utolsó fillérig. Én igen nagy munkát végeztem, hogy ebből a csekély jövedelemből egy úri háztartást tartsak fent. A férjemet jól ellássam, két gyereket rendesen neveljek. Magamat is úgy kellett tartani, hogy maga szégyent ne valljon, ha velem valahol megjelenik. Ez nem volt kis dolog, Pista. Most magát valami érthetetlen szerencse vagy szerencsétlenség érte. A véletlen kilódította a biztos pozíciójából. Az az egy bizonyos, hogy az a kör, amelybe most került, egészen más, mint az, amelyben eddig élt. Mások ott a szokások, az erkölcsök, más a tónus, más minden. Ott nagy pénzzel kell dolgozni, hogy az ember versenyképes legyen. Nekem 16 év óta nincs időm egy könyvet elolvasni, lapot sem olvasok, nem kísérem figyelemmel sem a divatot, sem azokat a témákat, amivel semmittévő asszonyok az idejüket töltik. Ott voltam ezen a vacsorán. Én egész este vigyázállásban voltam, s csak arra kellett ügyelnem, hogy értelmesen hallgassak, hogy meg ne lássák rajtam, hogy nem vagyok idevaló. De tolna... Miért kényszerít maga engem arra, hogy én egy egészen új világba kerüljek? Miért nem jó magának a természetes fejlődés? Hiszen ha marad egyelőre minden a régiben, s ha lassan lesz valami eredménye a dolognak, ha félre tudunk tenni egy kis pénzt, akkor veszünk egy olyan hajlékot, amely nekünk, a mi igényeinknek megfelel. Nézze meg az ismerőseinket, a barátnőinket. Kikkel érintkeztünk mi eddig? Kikkel? Gimnáziumi tanárok, orvosék, mérnökék. Most ezeket el kell dobni. Miért dobni? Mi egyszerre proccok leszünk, és befurakodunk a magasabb körökbe? Vagy hogy gondolja? Maga okos ember. Végig gondolta azt, hogy mi lesz ebből? Hát lehet az, hogy egyszer csak kihúzzák az embert a régi bőréből, és új bőrt adnak rá? De még ha a bőrt lehetne is, lehet-e a lelkét átgyúrni valakinek? Léna. Menjek be egy hatszobás villába. Azt hiszi, nem tudom, kik azok a boronkaiék. Most én menjek és vergődjek a boronkai villában. Én a két kezemmel gyomláljak. Vagy tud maga nekem kertészt tartani? Kertészt, aki portás is, és szakácsnét, aki a nagy vacsorákat megfőzze, és szobalányt is hozzá? Esetleg inast? Nem vállalhatom ezt, Pista. Én a maga régi diákkori Ferenc Jóskáját úgy tisztelem, mintha a maga életét tiszteltem volna benne, azt a valóban tiszteletre méltó életet, amit végzett. Hát mondja, Pista, telik ez abból a fizetésből, ami magának meg van állapítva? Nem telik, de valamiből telni kell. Hát miből fog telni? Én megmondom magának, Pista, honnan fog telni. Onnan, ahonnan az övék. Azt hiszem, ezek az urak mind olyan pénzből élnek, amit nem szokás elkönyvelni azon a címen, amin kapják, hanem hamis címeken. Hát az ilyen pénzen fog maga osztozni? Maga igen rigorózus. Nézze, Pista, én nem szólok bele semmibe. Én csak elmondom a gondolataimat. Én tudom, hogy maga okos ember, s vigyázni fog, hogy ne lehessen rajta kapni. Zsigmond hangjátéka. Hatodik rész.
Igazán meg lehetsz elégedve, Magdalénám? Nagyon jól sikerült az este. Boldog vagyok. Ez sokat jelent nekem. Gyönyörű idő van odakint. Kérlek, alázattal, főügyész uram, szenzáció. De óvatosság, mert csak titokban lehet beszélni róla. Most mondja a számvevő, hogy miniszteri biztos érkezett, aki még az éjjel meg akarja vizsgálni a sertéstenyésztő aktákat. Úgy látszik, Boronkai ellen komoly feljelentés ment. Alig, hanem Makróci, aki nincs itt, és a miniszter diszkréten azonnal ki akarja vizsgáltatni a dolgot. Kérlek, vigyázz, a polgármester biztosan be fog rendelni. Egész bűnügyi regény, Péterfikém. Ó, Istenem, úgy néz ki, mint aki boldog. Maga nem boldog. Miért nem? Maga boldog? Miért? Azt kérdem, miért nem boldog? Én pedig azt, hogy maga mitől boldog. Szervusz, méltóságos uram. Nagyon jó, köszönöm. Ettől, kicsim. Ettől legyek boldog, hogy az uram úgy parádézik, mint egy paradicsom madár. A legfeltűnőbb helyekre áll és ragyogtatja a frakját. Főügyész úr, a polgármester úr kerestet. Rögtön megyek, rögtön. Bent vár a kártyázóban. Kezét csókolom, nagyságos asszony. Megbocsátasz. Öcsém, egy szóra. Jaj, hagyjuk már azt az egy szót. Te furcsa vagy, nem pénzt akarok kérni. Itt nem kell fizetni, legfeljebb az irasnak. Ó, tessék. Ne feltűnően. 40 fillér. Az inasnak elég, eleget lop itt. Szép kis rokon. Azt sem adja vissza. És én mit adok az inasnak? Itt állok frakba, mint egy velszi herceg, és egy vasom sincs. Á, a szerelmesek, akik még itt is találnak helyet a csókolózásra. No, hogy tetszik a ház, kis hugom? Nekünk ez túl magas, túl széles, túl nagy. Öcsém, egy szóra. Feleségednek nem nagyon tetszik. Dehogy nem. Ha akarod, most aláírhatjuk a szerződést rögtön. Csak most sietnem kell a polgármester úrhoz. Béla bátyán üzent értem, és rohannom kell. Hogy csak, tőle jövök ki utánad. Azt hagyta meg, hogy elég mi ketten beszéljük le a dolgokat, és aztán együtt megyünk be hozzá. Igen? Jó. A miniszteri biztos még ma éjjel visszautazik? Miniszteri biztos? Azt hallottam, ma éjjel lesz a revízió. Ja, igen. A miniszteri biztos, a persze. Na, Istenem, az egy negyed óra alatt megvan. De utána jártam a sertéstenyésztőnek. Baj van a számlákkal. A nyugtákon és az utalványokon mindenütt fel van tüntetve, hogy az anyagot milyen célra fordították, a villához, vagy a sertéstelepe. És hol vannak most ezek a számlák? A könyvelés már ügyesebben van csinálva. Ott sehol sincs feltüntetve, hogy ez vagy az a tétel melyik igazgatósági épületre adatott ki. Mit akarsz ezzel mondani? Nem mutattam még be neked Albert öcsémet, Kardics bátyám? No, hát nem tudom, azt hiszem nem. Nagyon remek fiú. A budapesti banknál volt tőzsdedisponens. Valamit hallottam. Na hát, Albert öcsémet a bankhoz szeretném beajánlani. Albert. Berci. Berci! Ez az az öcséd, aki szenet, aki a városnak szenet. Nem, az a nagybátyám. Van neki egy kis bányája Kölesérem, Borsodban. Ugyanaz a vetület, mint a Salgó Tarjánié. Kitűnő szene van, de nincs forgó tőkéje. És nekem az a gondolatom volna, hogy nem szenet kellene venni tőle, hanem megvenni a bányát magát. Sokkal jobban gazdálkodhatna a város. Na, ha ő a bátyád, Berci, hát ha vállalkozna, hogy mondjuk igazgatója maradna a bányának... Ez a tárgyalás dolga, ahogy legjobbnak látszik. Pardon. Te csak maradj itt, bemegyek egy percre az öreghez. Rögtön jövök, és itt kereslek.
mélyre felállni. Örülök, hogy végre találkozunk. Igen? Nagyon örülök, hogy ti veszitek meg a villát. Ó, az nem bizonyos. Ugyan? Hogy jövünk mi ehhez? Édesapám boldogtalan, hogy az ő házát ingyen sem vesszük át. Ott a ház tornácos, a szobák sötétek, bizalmasak. Ez nekem olyan, mint egy álom, amit nem is tudnék álmodni. Nem az én álmom. Hogy éljek én más álmában. Nem szabad ilyen gondolatokkal kínozni az embernek magát. Az ember azt mondja, ez az élet, és akkor elhiszi, hogy tényleg ez az élet, nem? De igen. Minden rendben van, Pistukám. Polgármester úr azt mondta, ennek a Pistának mindent meg kell adni. Lina, drágám, gyere körül velem ebben a házban, és én elhitetem veled, hogy ez itt mind tiszta élet és valóság. Nem is lehet más. Én magam terveztem, én pedig nem vagyok költő. A legjobb téglából van építve, és itt nincs semmi baj a talajvízzel. Pistám, neked rokonod Martini? Távolról. Akkor jöjjön és segítsen. Ellenzék. Intézze úgy, hogy a követelése fedje a mi akaratunkat. Azért csináltam úgy, hogy a régi részvényesek is veszítsenek. Mennyi? Na, hogy gondolja dr. Martin? Ez nem a Martini gondolata, hanem az enyém. És most már igen jól ismerem az egész ügyet, és a számlák biztos helyen vannak. És? És hogy képzeled a sert és tenyésztő szanálását? Nagyon egyszerű. Egy bukott vállalattal a város nem állhat szóba. Igen nagy támadási felületet adna az ellenzéknek. Tehát alakítani fogunk egy szindikátust, amelyik megveszi ezt az egész vállalatot. Egy háromtagú szindikátus megveszi a részvénytöbbséget, és ezt tesz ajánlatot a városnak. Zseniális. És ezekkel adják a részvénytöbbséget? Mit csináljanak vele? Új kölcsöt nem kaphatnak. Új pénzt rá legfeljebb a város szerezhet. Óriási. Kolumbusz tojása. És megvan a pénzed rá? A szindikátusra, mert te benne vagy. Hogyne. Bocsáss meg, azonnal jövök. Megy a polgármesterhez. Idegen élet ez, Pista. Nincs itt gyermek. Ahogy ez a ház be van osztva, tisztára parádéznak. Nem szeretik ezek egymást, még a hálószoba is távol. A férfi az északi oldalon, ahova soha nem süt a nap, az asszonyi a másik végén. Hogyan nem leli ki ezt az asszonyt a rémület az uráért? Te nem így rendeznéd be. Lehetne belőle paradicsomot csinálni, de ahhoz más emberek kellenének, azok pedig nem jönnek ilyen fagyos házba. Aj, ezek a borzasztó vonalak. Mindenki el van ragadtatva tőle. Hát, mit számít az nekem? Csupa olyan ember, akiknek semmi közük egymáshoz. Nézz körül, úgy állanak itt szemben az emberek, mind kerülik egymást, s legjobban engem. Bele kell helyezkedni az életbe. Itt mindenki a te kedvedet keresi ma. Csak alkalmat kell adni nekik, hogy megmutathassák. Itt az én kedvemet? Borzasztó tévedésben vagy, Pista. Itt egész este senki se kereste az én kedvemet. Olyan vagy, mint a tövises virág. Látod, hogy futnak utánam? Ki? Pista. Úgy futnak utánad, mint a harapós kutya után. Hízelegnek neki, hogy meg ne harapja őket. Senki nincs itt a barátaid közül. Itt mindenki idegen, és mindenki ellenség. Bolondságokat beszélsz. És engem hagyd ki a játékból. Én ehhez nem értek. Már ezerszer megmondtam, hogy nem értek. Én felépítettem a magam kis életét, és most azt kell látnom, hogy az én büszke életem egy nagy semmi. Én ehhez nem vagyok szokva. Az én asztalomon nem ömlik a pezsgő. Én ahhoz vagyok szokva, hogy az én uram még sörözni se jár, és én ezért tisztelem, és nincsenek szeretői, mint ezek. Hogy tartozik ez ide? Az én testemet égeti ez a ruha. Ez nem az én ruhám. Szeretném letépni magamról ezt a rongyot, mert ez nem az én bőröm, hanem azoké, akik itt hátat fordítanak nekem. Ha az én ruhám volna, akkor én közéjük tartoznék, és akkor már régen megértettük volna egymást, akkor ott ülnék velük a pablagon, és együtt pletykálnék velük. De én nem tartozom ide, és maga elfelejti, hogy nem Szent Kálnai Magdalénát vette feleségül, hanem Szent Kálnai Linát. És most már nem lesz jó semmi többet, mert belekóstolt, és kiütött magából az ősei vére. A véletlen kilódította a helyéből, és most versenyt akar futni azokkal a bolondokkal, akik közé kerül. Vezetni akarok közöttük, és parancsolni akarok nekik. De hogy meri azt tenni? Ért maga ehhez?
tud maga lépést tartani ezekkel? Úgy jársz ki ez, mint egy sértett királyné. Mert az vagyok, mert nekem lelkem van, de ezeknek nincs, csak egy lelkük van, a pénz. Minek házasodott meg maga, míg szegény volt? Várt volna, nem kellett engemet tönkretenni. Mit csinált belőlem? Soha nincs időm egy könyvet elolvasni, újságot alig látok. Én nem kísérem figyelemmel a divat változását, nem tudom azokat az aforizmákat, amivel uraskodó szépasszonyok az életüket díszítik. Magdaléna! Talán ő is lehetett volna olyan, mint én vagyok, de elrontotta az élet. Ne sértegesse! Miért ne sértegessem? Nagyon imponál nekem. Az ő flancára ment el a sertéstenyésztő minden pénze, mert ha egy asszonyt elrontanak, akkor annak az Isten minden pénze is kevés. Azt akarja, hogy én is az legyek, ami ő? Akkor csak vegye meg ezt a házat, és vegyen hozzá autót, és vegyen sofőrt, és a sofőrnek bundát, és kertészt, és mindent. Azt hiszi, hogy én nem tudok elkölteni többet, csak havi 346 pengőt. Hát mi vagyok én? Olyan tehetségtelen? Én nem tudnék 30 000 pengőt elherdálni, akár havonta. De akkor legyen koszos! Az én 5 pengőm van a zsebében, és a feje tele van álmokkal. Legyen csekkönyve és betétje a bankban. Lesz? Honnan? Miből? Be akar állani a nagy rablók közé? Csak fel ne falják, mert azt nem tudom, hogy akarnak-e osztozni a koncon. Vannak ők éppen elegen? Nincsen szükségük a kopiások hadára. Maguk is el tudják költeni azt a kis pénzt, ami még cirkulál a világban. Lina! Maga egy csodálatos teremtés. Szabad engemet most ilyenekkel kínozni, mikor egy világgal harcolok? A becsületért? Azért, hogy ne legyen itt többet Panama? Most, mikor odabent fő a feje a gazembereknek, hogy mit csináljanak? Nem vettem még meg a házat, mert vérdíjnak akarják adni. Hogy a népre segítsek áthárítani a nagy terhet, és maga itt, mint egy verép csirimpol, Pesgőt! Pistukám, lelkem, ne így jön, angyalom, kedvesem, anélkül is vérmes, ne roncsa el magát! Én most itt az alvilági hatalmakkal küzdök... Nem engedem, nem fog inni! Tegye le a poharat, vagy... A csókolóznak, a másikba karmolóznak. Bemehetek már polgármester úr méltóságához? Minek? Kártyázni. Hivatott? No, akkor igen. Ha hivatott, akkor igen. Na, Linám, ha nem haragszol, most magadra hagylak. Menj csak, menj a veszteddi, Pista. Makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that freedom anything you've got. Yeah, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do a 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 do a. Fiatalság. Én szeretem őket. Fiatal vagy, Bélám. Te vagy a legfiatalabb között. Nem, nem. Öreg vagyok. És keresem, ki lehet az, aki a helyemre áll. Minden esetre ez a fő probléma. Kik azok, akik a helyünkre állanak? A mai fiatalság nekem úgy tűnik fel, mintha nem is a mi gyermekünk volna. Egészen más a gondolkozásuk, más az ízlésük, más a hazafiságuk. Ha van. Nem is tudom, van-e. A tiszta hazafiság egészen kiment a divatból.
De még itt vagyunk, ugye Miskánk, addig mi nem engedünk a 48-ból. Ma minden csak az érdek. Ki hallotta azt a mi időnkben, hogy a szegény népet is megszervezzék érdekei szerint? A népnek szép eszmék kellenek. Lelkesedés, nevelni kell őket. De karácsonyra nemzeti színű zászlókról, szalagokról és drapériákról kell gondoskodni. Be kell húzni az iskolákat, és azokat a szép hazafias verseket szavaltatni. Nagy nemzeti ünnepet kell rendezni ezen a karácsonyon. Az olaszoknak annyi ünnepük van, hogy minden hétre esik valami nemzeti ünnep, néha 2-3 is. Ez kell! Csak ezzel lehet ébren tartani a hazafias lelkesedést. Az olaszok cipőről is gondoskodnak a szegény gyermekek számára. Hogy érted ezt, Pista öcsém? Az olaszok nem tudják, mi a magyar alföldi tél. Jönnének csak ide ünnepelni hetenként 3-szor, s vándorolnának egyik tanyáról a másikra, térdig érő sárba. Vagy mikor fel van fagyva, akkor szembe a csikorgó széllel. Bizony, akármit mondunk, a legszebb nemzeti szalag sem véd meg a fagy és a sár ellen. Ez az ember egy lázító, forradalmár, kommunista! Így tanítják ezt Oroszországban, ugye, Pista? Meddig voltál ott hadifogoly? Engem nem tanított senki. Nem akarok én ebben semmit sem mondani, csak azt, hogy Árpád apánk is jobban tette volna, ha egy kicsit tovább lovagol, és meg sem áll Itáliáig, ahol legalább fűtésről nem kell gondoskodni. De itt a lótrágya a tüzelőszer. Nem nagyon tetszik neked ez a tejjel mézzel folyó ország. Én nekem? Én minden percben kész vagyok meghalni érte. Na hát, ez nagyon szép. Ne bántsátok az én Pista fiamat, kiváló és derék ember. Aki a városnak is csak javára akar lenni. Kicsit ellenzék, borzas ellenzék, de már Deák Ferenc is megmondta, hogy szeretem az ellenzéket, ha borzas, csak akkor nem szeretem, mikor már kopasz. Méltóságos uram, az előbb hivatott? Érezd jól magad. Még sokat akarok veled beszélni. Raining all the time. Kínál, mikor tűz van bennem. Van egy perc a számomra. Nagyon szívesen. Mondja, méltóságos asszony, nem csodálkozik azon, hogy itt van valaki, aki 7 év után is oly tisztán emlékszik egy zöld ruhára, egy zöld álomra, és hogy valaki 7 éven át soha nem talál rá alkalmat, hogy ezt az emléket közölje azzal, akire tartozik? Vannak Don Juanok, és vannak ellen Don Juanok. A Don Juan tűzön, vízen keresztül áthalad, és belesodorja a nőt, amíg csak meg nem hódítja. A másik típus viszont néma marad, és évtizeden át tudja ugyanolyan hőséggel emészteni magát. Megveszi a házat, kopjás. Kérem, a polgármester úr kedvességéből azt következtetem... Nem a polgármester adja el. A házasságok az égben köttetnek. A házvételek pedig gyakran a magas politikában. Nagyon szeretném, ha megvennék, mert akkor meg volnék nyugodva, hogy kedves emberek örülnének az én nagy munkámnak. A kérésem. Az új Chaplin filmet.
Nem. Nem szeretem a filmet. Na de Chaplint? Azt igen. Mulatságos, ugye? Igen. Nagyon mulatságos. És ennek legalább mindig van morál problematikája. Igaz, hogy a város mind a két mozit átveszi? Ezt nem hallottam. Egész jó üzlet lesz. 3 napig fog dolgozni az egyik, 3 napig a másik. Akkor egyszerűbb volna, ha 6 napig dolgozna az egyik. Nézze, ez igaz. Megbocsánat. Pistukám, nem megyünk haza. Takarítanak, már reggel van. Zsigmond hangjátéka. Hetedik rész. Szélje, mert a jobbából. De az embernek rossz a gyomra, akkor nagy moralista lesz belőle. Nyolc óra és még senki. Hiába vagyok itt, mit tehetek egyedül? És egyáltalán, mit tehetek? Mit
tehetek? Szép jó reggelt, főügyész uram, kérlek, alásson itt az éjszaka valaki járt. Ó, hogy érted azt, Péter fikém? A szekrény bezárva, az asztalomon rend. Várjunk csak, egy pillanat. Az aktáim nem azon a helyen vannak, ahol tegnap tettem őket. Ami bal oldalon volt, a jobb oldalra került. Pedig a jobb oldalon vannak az elintézett ügyek, balról, amik most vannak nyissa munkában. Nyissa ki a páncélszekrényt, főügyész uram. A sertéstenyésztő aktái. Igen. Kibontották, és a könyveket is átvizsgálták. Itt felejtették a számadataikat, apró jegyzeteiket. Hát ezért nem volt szabad eljönnöm a Boronkai házból. Ezért volt megijedve Kardics bácsi. Várni kellett, míg a titkár vissza nem jön. Mikor végeztek az én szobámban, folytatták a dolgot a polgármester irodájába. Ezért volt világos még akkor is, mikor Magdaléna és Chaplin... Betörés, rablás, hivatalos hatalommal való visszaélés, violencia, erőszak, lopás, betöréses lopás. És a számlák otthon vannak a lakásomon, azokat hazavittem tanulmányozni a vádirathoz. Tehát a vizsgálat Boronkaira nézve szerencsés lefolyású volt, mert semmi kompromittáló a könyvekben fel nem ismerhető. Szóval Boronkai megmenekült. A miniszter kedvező információt kap felőle. Ezek velem elbántak. Ez micsoda revolver? Ezt ezek hagyták itt? 5 golyó van benne. Mi ez? Gyilkosságra is el voltak készülve? Nem, azt hiszem, az a Makróci főügyész úr revolvere. Az maradt itt. Most mit csináljunk? Ismeretlen tettesek ellen... De nem ismeretlen. Nagyon is jól tudjuk, kik ellen kellene. De hogy lehet, az a kulcsok nálam vannak? Minden esetre jelenteni fogom. Azonnal. Ilyen korán, pajcikám. Hogy aludtunk? Hogy aludtunk? Kérlek alázattal, méltóságos uram. Igen, pajcikám. Nézd csak, újabb levelek. Csupa rokon az egész világ. Mindenfelé csak rokonok. Mindenkinek van egy szegény rokona, akit el lehet helyezni. Azok aztán, ha már benne vannak az állásban, semmit se csinálnak. Se gondolatuk, se ötletük, se szorgalmuk tovább nincs. Én halálos ellensége vagyok a rokonoknak. Ez a rákfenéje az egész magyar életnek. Mióta itt ülök ebben a székben, csak ez a bajom. Egész szépen lehetne gazdálkodni, ha az a sok rokon nem volna. S mindenki rokon. S mindenkinek van rokona. Hát mondd, az én fejem az sem káptalan. És a hivatalnokaim gyermekei felnőnek. Akkor nekem meg kell tudni, hogy ki kit vett el, ki kihez adta a lányát. Ezeknek gyermekei lesznek, azok a gyermekek nőni kezdenek, betegségeken mennek át, aztán iskola következik, azt valamennyit be kell rakni az iskolába, s ha rosszul megy a tanulás, segíteni kell. Aztán ezek megint elkezdenek házasodni, és megint bővül a rokonság, mert egy házasság ránk szabadít megint új és új családokat. Azt mind ismerni kell. Jönnek hozzám a tisztviselők, és elkezdenek nekem beszélni a Mariskáról, meg a Juliskáról. Hát hiszen ismerem, mert mondta már, ezen a címen segít kapott, tehát tudom, mit szólok hozzá, hogy a Janikának zenei talentuma van, ösztöndíj kellene neki, s Péterkének a katonaiskolába kell bejutni, a palika sikkasztot ki kell húzni, hogy én ezt meg kell hallgassam, mert ez engem érdekel, ahogy az engem érdekel. Mit nevetsz? Mit nevetsz? Mindnyájan belekerülünk ebbe a malomba. Hallom, már neked is szépen jelentkeznek a rokonaid. Jön a Lajos bácsi. Hallom, édesöcsém, hogy felvitte Isten a dolgodat. Segíts rajtam, mert olyan nyomorban vagyok. Jön a Kati néni. Édesfiam, hallom, hogy neked az Isten, hogy felvitte a dolgodat. Segíts rajtam. Jön a Berci bácsi, azonnal legelsőnek jelentkezik. Édesfiam, mindig jóban voltam az édesapádban szegénnyel. A legjobb barátok voltunk. Itt van az én színbányám. Vedd meg, milyen jó lesz az a városnak. Hát... Jó a szén,
Jó, az én nem arról van szó. S aztán eddig is a főügyész rokona szállított. Változott a főügyész, a rokon. Az nem változott. A főügyész rokona szállít ezután is. Más a kutya, de az örve ugyanaz. De mi lesz a Kati nénivel? Kati néni? Na látod, minden családban van egy Kati néni. S minden Kati néninek van 9 unokája. Hát nem lehet az ember kegyetlen, nem mondhatja a rokonoknak, hogy halljatok meg, szíve van az embernek. Kivált itt nálunk Magyarországon, hiszen nálunk az egész élet a nemzetségi szövetkezeteken áll és nyugszik. Honfoglaláskor kiosztotta Árpád apánk az országot a rokonok s a rokonok rokonai között. Azóta itt csak a rokonsági viszonyok uralkodnak. Nagyobb vétek nincs, mint hogy a rokon kiessen a hatalomból. De azért édesem. Néha idegennek is kell valamit juttatni. Nézd csak, Patikám, elárulok neked egy titkot. Én már 38 éve ülök ebben az öreg házban, ebben a székben. Ma én vagyok a legöregebb polgármester ebben az országban. Nem árt az, ha ti fiatalok megértitek, hogy minek lehet tulajdonítani ezt a hosszú közéleti munkát. Miért nem buktam én meg soha? Baltikám, körülnézhetsz az egész városi vezetőség listáján. Ennyi idő alatt soha én a rokonaimat el nem helyeztem a városnál. Jó rokon voltam mindig, ahogy tudtam, gondoskodtam szegényekről, adtam nekik pénzt, szereztem nekik állást, de 38 év alatt soha senki nem vághatta a szemembe, hogy a testvérem főügyész, alügyész, tanácsnok, városi ember. Ezt nem. Ezt soha. Én nem szállítottam a városnak. Se az öcseim, se a bátyáim, se az unoka öcseim, se a vejeim, se a sógoraim, sem azoknak semmiféle pereputja. Méltóságos uram, ha a Berci bátyám jelentkezett a színnel, ezennel visszavonom a támogatásomat, de, amit... De hogy vonod vissza? A szén jó. S ha jó a szén, és amíg jó a szén, addig mindegy, hogy kiszállítja. Nem, meg aztán el is van intézve a dolog. Ez nem volna férfias, és nem volna következetes, és nem is volna hasznos, mert hiszen te magad sem jársz rosszul. Te nem vagy polgármester, neked sokkal egyszerűbb a dolgod. Téged nem fog számon kérni senki, míg a szén jó. Én nem vagyok ellen a rokoni dolgoknak, csak a magam részére nem szeretem, na. Én a hivatalnokaim rokonait megbecsülöm, s ellátom. Utálom, hogy mind ismerni kell, s hogy az olyan természetes, s magától értetődő, hogy nekem mindről gondoskodni kell, de nekem semmi kifogásom ellene, hogy ezután a Berci bácsit kell ismernem a Samu bácsi helyett. Méltóságos uram. Várj csak, mindjárt beszélhetsz, Pajtikám. Csak hadd fejezzem be. Én csak éppen annyit akarok mondani, és semmi mást. Hogy a rokonoknak élni kell, de azért a nem rokonoknak is meg kell élni. Utóvégre olyanok is élnek a városban, akik nem rokonok, sőt, ezek vannak többen. Neked kiváló koponyád van, Pajtikám, és nagyon alkalmasnak látszol arra, hogy nagy koncepciókkal elhárítsd a bajokat. Méltóságos uram, nekem volna egy koncepcióm a sertéstenyésztőre. Amit az este Kardics bácsinak el is mondtam, sajnálom, hogy nem referált róla. Tehát? Úgy gondolom, hogy a sertéstenyésztő a mai formájában egyrészt elvesztette a vitalitását, mert azok, akik az érén álltak, kimerültek anyagilag, s így szellemileg is, de másrészt összeférhetetlen is a város által alapított részvénytársasággal, hogy ő bocsátkozzon alkuba várossal. Tehát alakítani kell egy szindikátust, amelyik megvásárolja a sertéstenyésztő részvényeit. Így esetleg Szentkálnait meg lehetne menteni annyira, hogy létezni tudjon. Nagyon érdekes. Persze, persze. Szabad kézben ugyanúgy megveheted a sertéstenyésztőt, mint a Boronkai villát, nem? Csak az a kérdés,
hogy volna-e elég pénzed a részvényvásárlás ráadásul részletének lefizetésére? Persze, persze. Úgy tudom, 15 000 pengő követelésed van a takaréknál. Igen, és egy 20 000 pengős tételre van kilátásom. Akkor pedig együtt volna a 100 000 pengőnek egy harmada. Még maradna is valamicske. 33 1/3. Tehát valami 1700 pengőd még maradna is. Na igen. Na igen. Az is jó. Az is jó volna. Csak hát a Bibi ott van. Hogy a Berci bácsi szene... Hát ő persze csak abban az esetben, ha a Berci bácsi prima szene tud szállítani. Igen. Hát ez igen. A Berci bácsi prima szenet tudott szállítani. Hát már itt a szén. Hogyne. A Berci bácsi az nagyon szorgalmas. Meglepő gyorsasággal megérkezett a szén. Éppen ma érkezett meg. Éppen most telefonáltak, hogy a szén itt van, és hogy a szén prima. Hát hisz ez nagyszerű, hisz akkor ez úgy megy, mint a karikacsapás. nagyon jó. Minden úgy megy, mint a karikacsapás. Mint a karikacsapás. Ezt nagyon zseniálisan fejezted ki, Pajtikám. Nem értelek, méltóságos uram. Vizsgáljuk csak meg a dolgot. Ez nem megy csak úgy, a súba alatt. Ehhez a közvéleménynek szava van. De még mennyi szava, kedves kopócskám. Hogy bele fognak ebben nézni? De nem baj. Nem baj, csak az a szín. Miféle szín? A Berci bácsi szene, tudnélik. Tudnélik, a Berci bácsi annyira félt, hogy esetleg nem fog megfelelni a szín, amit az ő kis bányája termel, a tufa, a gyenge barna szenecske, ami nem ég meg a mi kazánjainkban, vagy ha belerakjuk, egy fűtés után medvét fog, s akkor kalapálhatjuk a kazánokat. Szóval, a Berci bácsi vett 2 vagon szenet a Salgó Tarjáninál, és azt szállította le. Ez ki van vizsgálva? Igen, Pajtikám. Máté, a gazda elutazott a Berci bátyát bányájába, mintát hozott abból a szénből, amit ott tényleg bányáztak, és elkísérte a Salgó Tarjáni szenet idáig. S már át is vette. A vagonokon még most is rajta van a Salgó-Tarjáni feladó cédula, amit elfelejtettek lekaparni. Most mi lesz? A közvélemény mindjárt Panamát szimatol. Én jól ismerem a közvéleményt. Az ellenzéki vezér, Pajtikám, az csak addig ellenzéki vezér, amíg nem keres. Abban a pillanatban, mikor keres, abban a pillanatban megvan vesztegetve a közvélemény szemében. Ja, a rokonok. Az éjjel betörtek a hivatali szobámba, feltörték álkulcsal a Wertheim szekrényemet, és kifosztották a sertéstenyésztő aktákat. Betörtek, feltörték, kifosztották. Rovancsolás volt az én parancsomra. A kulcsok nálam voltak. A másodpéldány. Mert az első példányban nálam vannak. Az az én szekrényem, főügyész úr. Csak ott helyeztettem el, a főügyészi helyiségben. Erről nem volt szó az instrukciók közt. Jelentéktelen dolog. Arról sem volt szó a javaslattételnél, hogy a Berci bácsi a kalácsbányából Salgó-Tarjáni szenet fog szállítani. Béla bátyám, kérlek alássan, vacsorára, Szentkálmaiéknál, el ne felejtsd. Dehogy is felejtem. Fényes voltál, felséges. Én azt hiszem, ha ez az ember holnap visszajön, akkor ez egy igen haszna vehető ember lesz. Mert kérlek alásan, hosszú pályám alatt alig találtam még valakit, aki ilyen hamar és ilyen kitűnően beletanult volna a dologba. Azzal a szindikátussal nagyon jól meg lehet oldani a kérdést. Az egy,
Ez egy zseniális gondolat. És természetesen nála nélkül nem lehet megcsinálni. Mert hát aki ilyen jól látja a dolgokat, ugye, azt nem lehet nélkülözni. Igen. Az nagyon jó. Mondhatom, nagyon jól meg van fogva a dolog. Igen, igen. És tényleg elég három ember. Mondjuk a vőd. Meg én. Nem személy szerint, hanem talán inkább a Henrikemmel is. És ez. Nincs többé felemelt fej, nincs többé terv és remény, nincs többé élet. Ezek fenevadak, és még azt hittem, hogy farkasabb leszek a farkasoknál. Már a kezemben éreztem az egész várost, most aztán a becsületes nevem besározva, piszokban. És most mi lesz? Menjek haza, és mondjak el mindent Linának. Vagy ne mondjak semmit, csak annyit, hogy Berci bácsi és Lina már mindent tudni fog. Felelős vagyok azért, hogy Berci bácsi tisztességes embert nem tűr meg az élet. És vajon én tisztességes vagyok? Nem azt akartam én is, amit azok csinálnak? Fel kellene állni. Az asztalra kéne ütni. A pofájukba kellene ordítani. De mit? Minden ellenem szól, és mindenek fölött Berci bácsi. Mindegy már nekem. Lóra ültem, a ló levetett. Vonatra ültem, a vonatról lesiklottam, és a kerekek most gázolnak át rajtam. Érzem, ahogy a csontjaimat tör és zúzza a gép. Hogy azért választottak meg, mert a városnak éppen felém, Kopjás István felé fordult a bizalma. Zsévé. Magdaléna, Magdaléna. De egy zsarátnoki főügyész, mennyi lesz a fizetésed? Édes egy jó öcsém. Most olvasom a budapesti lapokban, hogy milyen nagy szerencse ért. Nekem nagyon rosszul megy, de neked bizony jól. Az egész Kopjás család nevében gratulálok, és Isten áldását kérem. Te, Pista! Azt mondja a feleségem, hogy az ő anyja Kopjás lány volt. Tudsz te erről? Hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Nagyon helyes! Ezek a gazkecskék a káposztát akarják. Egy fontos dolog van, méltóságos uram. Az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést. Mit? Mit? Az adófizetést. Mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj van. Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni. Aha. Senki nem szeret. Senki. Én sem. Apuka! Az egész iskola a zsévéről beszél. Azt mondták az osztályban, hogy a várostják meg akarták verni Makrózit a zsévé miatt. Csak apuka mentette meg azzal, hogy azt mondta... Vizet az öregnek! 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 Ne tedd le, öcsém, ne tedd le! Ne tedd le többet soha, ha szereted az Istent. Ez a mi megváltunk, öcsém. Ebből kell a Kopjás címert újra aranyozni. Ahogy én megláttam ezt a darab szendet, azt mondtam, ez kalács. Ez a mi kalácsunk. Milyen szép anyuka. Milyen csodálatos. Ilyen anya nincs több. Senkinek sincs ilyen szép anya.
Hogy minek kell nekem kibújnom a bőrömből, hogy az uram karrierjét szolgáljam? Hagyjon engem, kérem. Ez mégis rémes. Nem elég, hogy egész világ isteníti egyszerre. Én nem fogok megváltozni a maga kérdésre. Most kell villát venni, kedves rokon. Zsuzsika látna, a te jó édesanyád. Milyen jó rokon volt. Istenem, de én is az vagyok. Nem tudok meglenni, hogy rokonokon ne segítsek. Most már magából fog élősködni az egész polmoskafa? A fenejde meg ezt az egész rohadt életet! Mit írnak a rokonok? Így tanítják ezt Oroszországban, ugye, Pista? Meddig voltál ott hadifogó? Maga nekem éget kínál, mikor tűz van benne. Maga boldog? Mi? Az én testemet égeti ez a ruha. Látta az útcsepping filmet? Maga boldog? Maga mi? Boldog? Miért? Minden ellenem szól. Berci bácsi. Vörös fények, feketeség. Mindennek vége. Itt nincs segítség, ide nem kell becsület. Születni kell a rosszra. Nem lehet csak úgy véletlenül az embernek lenni. Azt régen kellett volna elkezdeni, egy gyerekkoromban. Mindegy. Kiégett egy lyuk az életemen. Magdaléna le fogja söpörni az emlékemet is. Egy panamista nem méltó, hogy... Ennyi az ember, ennyi az élet, ilyen hamar ki lehet végezni valakit. Hát, tapossanak rám, temessenek el, rúgják meg a síromat. Vigyázzon magáról, én a szívem. Vigyázzon magáról, Lina. Szívem. Mindennek vége. Itt nincs segítség. És minek is, mikor oly utálatos az élet. Nem érdemes élni. Hány inger? Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail címen párkereső.prózák@gmail.com. 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok. Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság. Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a Hit és a Katolikus Rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát. Bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében. Kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted.
Barátságos vagyok, írj nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjel prózák.blogspot.com. Megosztással, ajánlással is segíthetsz párt találnom, köszönöm.